Jó estét kívánok mindenkinek! Sziasztok, sziasztok, sziasztok! Hello, hello, hello! Elérkeztünk máma a magyar RP live-unkhoz. Mikor lesz RP? Hello, hello! Nagyon jó! Nagyon jó, nagyon jó! Hello, hello, sziasztok! Cső Laci! Szia Ferenc! Szia Gergő! Sziasztok! Hello, hello! Jó kora estét mindenkinek! Hello, hello, hello! Sziasztok! Sziasztok, sziasztok! Hello, hello! Jó estét mindenkinek! Sziasztok! Sziasztok, sziasztok! Hello, hello! Üdv mindenkinek! Hello, hello! Hát, vagyogatok, Gábor! Vagyogatok, vagyogatok, vagyogatok! Ma magyar lesz? Igen, bocsánat, nem írtam be a címbe. Köszönöm, Péterke! 10 hónap! Nagyon kedves, hogy bocsánat, nem írtam bele a címbe, igen. Majd neki lehetsz a ventilátort is bekapcsolod, köszönöm. Köszönöm, köszönöm. Köszi, köszi. Hello, hello, sziasztok. Cső, cső, cső. Mi újság, hogy vagytok? Szia Tibi, szia Robi, szia Levi. Most a magyaron, fogunk játszani. Tegnap Amerikán voltunk, magyaron. Hát bízunk benne, lefrissítettem a videókártyámat, úgyhogy bízunk benne, hogy nem lesz most probléma, aztán majd kiderül. Köszönöm Martin a 2 hónapot. Holnap is lesz live, igen. Köszönöm Márti a 13 hónapot. Így van, végre készül a központi fűtés, így van. Szia Nadine, hello, hello. Holnap is lesz live, igen, péntek szombat nincs live a héten. Nem tudom, Péterke, már rád játszott velem, fogalmam sincs, hogy fogunk-e még, majd kiderül. Sziasztok! Hello, hello! Szia, Levi! Hello, 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 hello! Úgyhogy reméljük, jó lesz. Reméljük, Martin, reméljük, hogy helyre állt minden. Mondom, lefrissítettem a videókártyát, itt megpróbáltam mindent megoldani. Aztán majd kiderül, hogy hogy lesz. Szia, Endre! Szuper Bálint. Nincs terv. Nagyon jó veszt. Sajnálom, Máté. Nem tudom, holnap jönnek hozzám. Nem tudom, Anita. Fogalmam sincs. Köszönöm, Sanyi. De, videókártyáról streamelek. Ugye az OBS az jól be van állítva. Csak fogalmam sincs, hogy mi a baj. Mi romlott el? De hát lehet, hogyha nem javul meg, akkor újra rakhatjuk a gépemet, és akkor meg lesz oldva. Köszönöm Bettina a live rajogói tagságodat. Nem tudom, Szandi. Köszi Péterke, nagyon kedves vagy. Köszönöm a 2000 forintos támogatást, és a kedves szavakat. Köszönöm szépen. Pistike, hát figyelj, még a balra nem hallok. A bal hallásom valahogy nem akar visszajönni. Hogyha egy hét múlva se jön vissza, akkor fülorgégészetre elmegyek, De remélhetőleg visszafog. Már nem fáj legalább. Csak be van dugulva. Úgyhogy ja. Sziasztok. Megy a vihar rémre. Na hát az még nagyon jó, ha itt vihar lesz. Mert olvastam, hogy lesz vihar, de még bírja ki. Köszönöm Bettina 4 hónapot. Rendőrködjünk ma? Hello, hello. Szigeten voltál, Gábor? Örülök neki. Sziasztok. Hello, hello. Szép estét. Sok volt a fürdős. Lehet, Krisztián, hallod. Lehet. Hát vagy a sós víz, vagy a repülőgép. Nem tudom. Szia, Lia. Hello. Időképet nézem meg. Jó, hát Máté, ne hozd ránk a frászt, mert itten ki leszek borúva teljesen. Or cseppet, nem Laci, ilyen fülcseppet kaptam, ilyen antibiotikumos fülcseppet kaptam, aztán azzal gyomattam. Én nem megyek fesztiválra, amúgy én jártam fesztiválokra, csak tudjátok, hogy én ott fotózkodok. Nincs az a baj, nagyon örülök neki, de nekem abból áll egy ilyen. Nagyon sokan ismernek, hál' Istennek, és akkor... Na mit nézzek? Radart? Radarképet? Tényleg erre jön a vihar. Hát ez fantasztikus. Fantasztikus. Így van, Gergő. Szia, Gábor. Cső. Makon vihar van. Hát, ja, nézem, hogy arra Szegedet már kapja. Ja, majd jön errefele. Szentendre. Hát, Pest fele is húzódik majd.
De jön erre felénk, úgyhogy hát reméljük tudunk streamelni egy kicsit. Hello, hello, hello. Miért fáj tisztes a szerver? Hát így is kapunk néha trollokat, és akkor ez egy kicsit visszafogja őket. Ja. Ja, megmutatom közben. Itt az időképet. Itt látjátok? Mi itt lakunk, itt van Baja. Szeged már kapja, meg Makó. Hát ha ez jön ide, erre fele, akkor az... Igen, saját szerver, Erik. Hát öten vagyunk, szia Dávid, öten vagyunk tulajdonosok. Ja. Úgyhogy ez van, ez van. Itt Szegedet már mondom, ez Pest fele is megy. Köszi Ákos a 37 hónapot. Hát reméljük, Olivér, mert szokása abból úgy elvinni a streamet. Ja, így néz most ki. Szerbiába? Aha, itt kapja Szerbia, igen. Szabadkai piac, megvan mindenkinek? Hello, hello, hello. Baktus visszatér majd. Ja, úgyhogy ez van most, hát reméljük, hogy nem lesz itten probléma. Na, jó van, Laci, meg kipróbálom, köszönöm. Nem tudom, Lia, holnap házfelújításos videó az lesz. Kép, réekcső, sajt. Cső. Nem négyen vagytok tulajdonosok? Nem, mert Peti meg Pedi együtt van. Ők ketten vannak. Peti, Pedi, Cyber, Tégla, Mokuli, én. Hatan. Ó, hatan. Hatan. Nem is öten. Elszámoltam magam. RP-ből lehet velem találkozni? Lehet, csak ja, próbáljátok meg ne AMG-ből. Holnap államizni akarunk, igen. A tegnapi stream az elérhető. Ott lőttünk pár jót. Hát, Florian, nem tudom, remélem, hogy minél előbb kész lesz. Sziasztok. Vegyük fel a munkát, rendőrködhetünk, hogyha szeretnétek, az rég volt. Csak mondom, ne laggoljunk meg semmi, mert lefrissítettem, mondom, a videókártyát is. Miért nincs már podcast? Hátról nem sokan nézték, tudod, és akkor így hanyagoltuk. Hanyagoltuk a dolgot. Szeptemberben, mármint hogy, merre fele Ákos, merre fele. Köszi. Sajt, de szórakozzá. Szép estét, sziasztok. Ne legyen munka, legyen munka. Kéne dolgozni egy kicsit. 12 órás live? Nem tudom, Krisztián, lehet a nyarat le kéne zárni egy 12 órás RP. Az nagyon durva lenne, olyat még nem is csináltunk. Ja, igen, Ákos, ja, jó lett volna az a fesztivál. Na ja, sziasztok, szia Krisztián. Cső. Meglátjuk. Maffia vagy maffia? Így van, a barbaka, így van, ahogy mondod. Jó lenne Máté. Lehet, hogy nagyon kiégnék, Ferenc, tényleg 12 óra RP-be. 3 órába kiégek, ja. Ja. Nem a szucsánk, hogy 2 óránként váltanánk, és akkor úgy nem égnénk ki, nem? 2 óra magyar, 2 óra Amerika. Hello. Szép estét mindenkinek. Igen, Tomás. Hello. Meglátjuk, jó? Meglátjuk. Reméljük, hogy jó lesz ide. Kicsit fáradt vagyok ma. Meg ilyen negatív hullám elért engem sajnos. De aztán majd összeszedjük magunkat. 48 órás, igen. Hát ha lesz majd, ha külön költözünk, akkor lehet amúgy ilyeneket csinálni, majd meglátjuk. Tartsunk ott először, és akkor meglátjuk. Balra nem hallok még, Florian, bal fülemre. Hello, sziasztok! Leírásba, Palika, ott van. Igen, Kornél, tényleg. Remélem, Szabi, lefrissítette a videókártyát. Igen, a barbaka. Hát nem, lehet, hogy tovább tart, de... Ja. Múltkor találkoztam vele, Ákos, jól van. Látom, nem írsz ki semmi tervet, mert nem tudod, hogy mi vár rád. Hát ez az, bár nem tudok milyen címet adni, mert hiába adok címet a live-nak, úgyse az lesz. Úgyse az lesz.
Hodorral amúgy mi lett? Mármint mire gondolsz, Kristóf? Ja, hogy nem játszik? Mi, minden oké, Stelli, köszönöm szépen. Te tag voltál eddig is, Stelli? Mióta fáj a fülem? Hát, múlt hét szerda óta. Már nem fáj, 2 napig fájt, csak a dugulás maradt meg. Pápával lesz már videó? Pápával nem hiszem, papával majd nem tudom. Nem tudom. Nem tudom, Krisztián. Köszi, Fanni. Reméljük, hogy tényleg jó lesz ma. Ő 45-kor kezdődik. Köszönöm szépen, Stelli. Köszönöm szépen. Nagyon kedves vagy. Köszönöm a támogatást. Szia, Tibike. Azért mondom, hogy tegnap még nem volt zűd a neved. Niki mit csinál? Most még vágja a videót, mert ma dolgoztunk a háznál, meg haladtak a munkálatok, és akkor vágja a házfelújításos videót. Hello, hello, cső, 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 cső. Cső, 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 köszi, hogy itt vagytok. Köszi, köszi, köszi. Tessék, hogy mi jól vannak? Képzeljétek el, ma az Ádik a palacsintát sütött. Nem semmi a gyerek. Sima GT Online nem lesz, Gergő, nem lesz. Próbáltunk régen nézőkkel játszani, de szétmodderkedték a nézők, úgyhogy nem lehetett játszani. Hello, 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 hello. Már 6-ot várjuk, a GTA 6-ot. Az már nagyon, az már igazán jó lenne, ha jönne. Lehet, hogy csak gondolnak egyet, azt kidobják. Ákos 9-be megy, igen. Igen. Várjátok, lehet, hogy IP-vel lehet csak főmenni, úgyhogy kimásolom az IP-t. Server status connect. Oké, megvan az IP. Megvan az IP. Reméljük, hogy nem fog laggolni, de mondom, le van frissítve a videókártya. Ha nem oldódik meg a probléma, köszönöm szépen. Nagyon kedves, hogy az első donétet, Kolcné! Köszönöm szépen. Ha nem javul meg, akkor újra rakatjuk a gépet majd aztán. Viszem Cyberékhez a gépet, kitisztítják majd. Kitisztítják. Na, így is jó. Így is jó, így is jó. Ja, most már megjavult a fájvem, szuper. Szuper, szuper. Miért van Amerika? Hát mert mások a szabályok. Nem tudom, Máté. Ja, láttam TikTokon, most nem tudom, hogy az tényleg a GTA 6, de biztos durva grafikája lesz. Na, szép gyerek! Szép gyerek! Koncert is. Szia, Martin, hello, hello. Tibike, köszi szépen, köszi, hogy itt vagy. Köszi, köszi. Na, menjünk! Rihá! Ja, láttam, Martin, ja. Nem tudom, hogy ez a kártya bírni fogja még, vagy már majd újat kell venni. Szedd alá! Figyeld a forma szervert, a legnagyobb formákat találod itt meg. Egyesült el is a családdal, hittel egy percig sem várom, mert a srácok ma itt benn hasztani. A Bokula Cyber, a pedi expedíció indul, hát Cyber, te is Petona meg Tegla. Magyar! Egyszer, akik minket a feszik. Ja, webcam lehet túl nagy, ugye? Itt vágod, szeretek egy zseniászik nagy az arcom. Kicsi nyitsek, chat. Lehet kéne, nem? Mert nagy az arcom. Ó, betöltöttünk rögtön. Kicsi nyitek, jó? Jó, ezt hagyagoljuk. Ezt nem láttam. Ne, hát vannak ilyen problémáim. Na, így jó. Szóval kezdjünk játszani. Na, így most már visszavettem egy kicsit. Jó? Visszavettem. Emót szobában lehet amúgy. Nézzük meg a telefonunkat. VR Jani. Na! Van-e üzenetünk? Haló, Pink vagyok. Vigyázz, hogy soha van a film. Jó, ennyi. Húha, itt volt egy autónk, ugye? Na bakker.
Van négy rendőr. Fel van Übrig. Na, chat, azt beszéljük meg, hogy akkor rendőrködjünk ma? Rendőrködjünk ma? Egészségedre Ákos. Az új tutit iszom, igen, a kiviset. Mert itten, itt az előbb mondták, hogy 3 hete nem volt rendőrködés. Aztán itten lehet, hogy azt kéne csinálni, nem? Na, chat, oho. Elfogtott, ugye? Ja. Jó. Vegyünk autót! Na! Aha, emlékszem, hogy itt hagytam valahol az autómat, itt hátul. Chat. Hogy pörgessünk? Pörgessünk egy autót? Ja, nem, várjatok. Ezt adja oda rögtön. Na, vegyünk valamit. Mit nem vettünk meg? Ezt a bömöst vegyük meg. Vegyünk akkor most autót, és akkor lejutunk. 32 000 magyar forintunk van. Ez jöhet szóba. Ez a halatortános autó. Ford GT. Ford GT. Le kell jutnunk valahogy. Vagy ez a bömös, nem? Az M3. Az M3-as az jó, nem? A bömös. Vagy a GT. Akkor köszönöm szépen Dobrai Zsolt a támogatást. Zsolt, kérlek írj egy e-mailt, mert ehhez a tagsághoz jár a 2 dedikáló kártya. Köszönöm a támogatást. Ha a Ford megmarad, akkor marad egy pénzünk egy ládára. Az M3 az jó, ugye? Jó. Nem rossz, nem rossz. Ó, de vad. Ó, de vad! De vad! Szia Máté, szép estét. Milyen vad? Ezt föl kell tuningolni, nem? Menjünk-e tuningoltatni? Ezt tuningoljuk már föl. Na, ja, ez nem rossz. Ezt tuningoljuk már föl. Köszönöm Dávid a subgiftet, nagyon-nagyon kedves vagy. Tuningoljuk már föl. Meg 4 személyes legalább. Aztán! Jó a kanyarodása is. Cingár nyerte, gratulálok Cingár. Kiadja. Ja, sportmód van rajta, nézzük meg. Beli, ja nem, itt ő. Ez durva. Jó, hogy nincs tuning laptop. Tényleg, az megenné. Az megenné. Chat, ez jó. Eddig nekiabálom, jó a videókártya frissítés, de aztán majd kiderül. Kiderül. Chat, ez jó. Jó, először főtudingoljuk, jó? Ez nagyon jó. Tehát még nem ismerem nyomni neki. Vigyük ki, először teszteljük a pályán így és tuninggal. Először nézzük meg, nem a pályán. Először nézzük meg a pályán. És megnézzük mennyit megy így, meg a tudingba. Nem tudom, a páncél fogja le nagyon. Oh, Jesus! Hát én is azt mondom. Akker. Ah, itt egy... Jaj, de jó, hogy itt van egy szerelő barátom. Ó, de jó helyen robbanok én is le. Jani! János! János, gyere, szeredd már meg az autót! Pont itt robbantam le előtted! Köszi, na gyere! Gyere már! Na, kösz. Jani megcsinálja. Még jó, hogy János itt lakik a közelben. Na János, itt van, csináld meg! Jó, hogy János ilyen, itt lakik a közelben. Na. Hú, ennem meg innom kéne. János megcsinálta. Köszi János, hallod? Majd fizetek hónap, jó? János megcsinálta. Apám azt hitte, hogy neki kiabálnak.
Fodrász? Aj, már olyanok vagytok! Nem jó ez az azaria haj senkinek. Na, menjünk, nézzük meg, mit megy. Aztán tuningolunk. Jó, cső, Joker. Azt, hogy apám azt hitte neki kiabálnak. Üdvözlöm, Jani bácsi! Jani bácsi lehet, hogy csak 30 éves. Jézus van a városban? Pink. Pinket keresik Jézus. Na menjünk ki a pályára, megnézzük, és akkor főtuningoljuk, jó? Tudod ki a bácsi? Tényleg, elvizik. Na látta a BMW, mint az Audi. Ja, ezzel megoszlanak a vélemények, de jó, nem vagyok a BMW ellen egyáltalán, mint Audi is. Velem ez ellen nem lehet veszekedni ez miatt. Na nézzük meg, mit megy így, jó? Nézzük meg, mit megy, és akkor tuningoltassuk fel. Van rá pénzük, ugye? Ja, nem biztos. Na figyeljetek, azért nem annyira megy. Megy. Megy azért. Jó, ja, hátba van egy kapés, jó. Akkor nem lesz elég akkor. Na, hát nem megy ez, lejtő lefele hátszélle. Jó. Tuningoljuk fel. Aztán, ja, mivel pépés, azért olcsó, tényleg. Ez pépés, tényleg. Itt a szerelő. Szia Bali, hello, hello, sziasztok. Tuningolunk egy autót itt a live elején, aztán belecsapunk a lecsóba. Igazoltassunk meg, rendőrködjünk, ott már régóta. Milyen fodrász, Gábor? Ne idegesítsé! Milyen fodrász? Milyen fagyi lennék? Stracciatella. Stracciatella lennék. Nem a boldog jelentem, ott van. De ez jó kis kocsi akkor. Jó kis kocsi. Na de csak eddig nincs lagunk, lehet, hogy a videókártyát le kell frissítenünk, aztán itt megjavult, látjátok? Szörnyű ez a haj. Szegény az Ania. Egy tök jó haja van. Na menjünk, tuningoljuk fel. A Jézus a városba. Jó van, akkor elmegyünk fodrászhoz! Olyanok vagytok, olyan izék vagytok amúgy. Na menjünk. De először ez, jó? Haladjuk szépen sorba. Itt van az a bunkó szerelő, emlékeztek a bunkóra? Hol a bunkó? Na, itt várunk. Timárnak ennyi pénze lett, ja. Na, de most mi bajotok van az azariás hajamma? Még jó néz ki ez a karakter. Szerintem jó néz ki. Illik hozzám. Jó, hátulról kicsit durva. Ja, jobb nem volt? Ja. Várunk a szerelőre. Egy szerelő van? Kettő. Én szoliba vagyok. Nem, mint egy madárfészek. Hát, ja. Ide száll a madár, azt meg kell enni. Ez a kaja haj. Szerintem jó. Jó van, utána megyünk fodrászhoz, és akkor dolgozunk utána, vagy meglátjuk, hogy mi lesz. Szerintem is tiszta, tökéletes. Ekós haj. Jaj, már rég hallgattam Ekót. Mikor jön ki új zenét? Nem tudjátok, mert már elvadási tületei vannak. Rá kell írnom, hogy most már adagoljon már új zenét, mert
Már ez a százszor szépet nagyon hallgattam már. Most nem tudom, hogy mit csinálnak. De kivárjuk a sorunkat. Belül milyen a kocsi? Mutassam meg. Na. Most mit csinálok? Nem tudom megnézni. Halott pénz, persze. Jó, hát megvárjuk a szerelőt. Az Ariát? Meg szoktam hallgatni, meg most a ez a lány fix pakisztáni. Ja, motorindítás. Na, kik ezek? Nézzétek meg, jöttek a rendőrök ajtó nélkül. Főnök, mi ez a rózsaszín autó? Hello! Hello! Mi ez a lila autó, főnök? Hello! Hát most az ilyen tumi. Nagyon jó, ajtó nélkül, minden nélkül, tök vagány. Ez igen. Mi csoda úszett? Ja, most még fodrászhoz hallod, mert már azt mondják itt nekem, hogy nem áll jól. Szerintetek? Hát nem áll jobb, azt én is, hogy maradjunk. Köszi, főnök! Tiszteltem. Maga szerelő? Így is van. Maga az én emberem! Vagy nektek csak egy szerelés kell, főnök, mert én kicsit tovább tart nekem. Nekünk csak egy szerelés. Ja, akkor én várok a soromra. Nem nagyon szépen köszönjük, kíván. Akkor egy szerelés lenne csak. Hello, sziasztok. Egy szerelés lenne csak. Ja, felsük is rád a kocsit? Nem, a BMW az fekete, nem? Ki ez a szerelő? Ez nem a bunkó. Szóval ez az? Ez jó feketére. A bömös az fekete. A bömös az általában fekete. Jó, láttunk már szebbeket is. Nem maradjuk a szerelést. Milyen rózsaszínre? Elektromos autót a való életben? Lehet. Szerintem is jó így. Nézzük meg előről, hogy néz ki. Nagyon van amúgy. Nagyon jó néz ki. El kéne nevezni az autókat. Ez mi legyen? Bömi. Bömike. Fennit cseréljem le? Hát jól ma max azt. A többi azt szerintem jó. Zöld is jól áll neki? Meg az arany, nem? Az arany. Nagyon le van ütetve, mi? Bömbike. Itt is vagy, uram. Köszönöm szépen. Most hoztam ki a szalomból ezt a drága jó autót, és erre szeretnék egy full tuningot igényelni, uram. Intézzük. Köszönöm szépen. Ültetés páncél? Az ült nagyon le van ültetve, vagy nem tudom, felnit kell cserélni, nagyon len van az autó szerintem, ja. Lent van, igen. Ezen tudunk segíteni, csak viszont az drága. Menj, mi pénz az? Másfél millióért tudom neked felemelni az autót. Mert ugyebár egy elemet belerakok, mert sajnos így van teljesen leültetve, és ez nála az alap. Igen. Viszont van egy alkatrészünk, amivel én meg tudom emelni az autót. Nagyon jó. Jó, ezt számlázni fogja? Így van. Ja jó, akkor nem kell elmennem pénzért, jó. Illetve a páncél mennyire húzza vissza? Vagy ő a sebességet visszahúzza a páncél? Hát figyeljen, igazából nem, különböző szintek vannak. Vannak könnyebbek is, ami ugye bár védik szint úgy az autót. Egy ilyen 2-3 szintűt szoktam berakni az autóba, mert az még a sebességén nem szokott. Nagyon jó, jó. Akkor nyomjunk bele egy 2-est? Persze, egy 2-es mehet bele. Nem mondom, hogy PP-sét kifizetjük a fater pénzébe. Ezeket belenyomtam. Csak a számlásra akkor főket. Úr rendőrmentős tűzoltó. Rendőr vagyok. Temetős. Jó rendő, csak mert akkor úgy is számolom a dolgokat. Elfogadnék egyet a valóságban. Persze.
Az zenést ezt majd megcsináljuk a másik padnál, mert most éppen ott állnak a rendőr vagy a mentősök. Csináljunk akkor egy tuningot, mit szólsz hozzá, mert nem szeretnéd ablaksötétítést, amelyeket csinálni rajta. Jó, rendben, le. Majd ablaksötétítést is szeretnék, igen, meg új felniket. Ó, hát ez nagyon durva, ez lehet. Ez nagyon durva. Szóval még amit tudok neked csinálni az autódon, igen, az fényszóró, neon, kerékcsere, rendszámtáblát tudom neked alakítani. A kerék, ja, kereket, igazán, kerekeket nézzük meg, legyen szület. Jó, rendben. Nem hiszem, Benjamin, nem tudok adminkodni. Most sem megkeresem neked el. Melyik legyen chat? Külföldről behozottakat. Az azt mondtam, hogy jobban fognak tetszen. És akkor mutatnám is őket. Rendben. Rossz. Az se rossz. Ha esetleg valami szimpatikus, akkor szóljál nyugodtan. Rendben. Nem tudom. Ez. Egy mosás kérnék rá, meg átszínezni. Ez tökéletes. Csak, ez jó néz ki. Ez király. Jó, fényszóra. Szia Balázs! Szeretnéd változtatni? Igen. Eladom, csak én nem van. De amúgy egy ilyet. Nem tudom, mi van, miért. Mi van bebagóval az autó. Milyen lehetőségek vannak? Egy bolgány arany színű. Van minden szín, mint ugye bár van egy jó. Fix. Ó, van, legyen le. Viszont jó. Tudom mindet. Lilát rá pattintsuk? Jó lesz a lila, jó lesz. Jó lesz. Meg egy lila neont akkor alá. Oks. Egy lila, cset, ez most lila lesz. Igazából lilából jó a leglilány. Bank, itt ez. Hát még van ez a navi. Ez jó. Kékes, nem baj, megy hozzá. Napsi. Kocsi színén szeretnél változtatni? Nem, az marad így, uram, köszönöm. Jó, akkor viszont a rendszámtábládat átrakítjuk a sárkányra. Igen, legyen szíves, igen. Nagyon jó. Nagyon jó chat. Akkor most úgy tartunk, hogy 135 ezer forint. Rendben, meg adja az ültetés. Az emelés. Semmi, vagy az emelés, igen. Én csak egy bár emelés, csak egy bár. Jó. Cset, veszünk le pénzt, akkor utána elmegyünk fodrászhoz. Ez a terv, aztán majd meglátjuk. Elmegyünk fodrászhoz, hazamegyünk pénzért, rakhatunk a számlánkra, és kifizetjük ezt, jó? Chat, nem néz ki rosszul. Nem? Meglátjuk. Köszönjük, hogy itt vagytok. Utána pedig meglátjuk, mit csinálunk. Itt többen írtad, hogy rendőrködjünk. Azt kéne lehet, hogy már rég rendőrködtünk. Más nem, köszönöm szépen. Le kéne kapcsolni pár embert. Hello. Tényleg a gettóba kéne bemenni, mert ott van, laknak valakik? Lilák átfestették az autójukat. Az a múltkori két lila, nem? Jó ez a szerelő amúgy. A lilák átfestették, mire? Sárgára? Sárgára. Gyertő általában tele van bűnözőkben? Na, meglátjuk. Csinálunk egy izgalmas kis játékot, jó? Szia, hogy vagy? Hát most elért egy ilyen negatív hullám. De azt mondhatni, hogy jó vagyok, de... Ja. Ilyen csak rám jön oda, azt akkor mutatom, hogy... Rendben, köszönöm. Mit tudunk alakítani. Ja, vannak autóim, jaja. Ezt most azért vettük, hogy nem tudtunk közlekedni, aztán megbeszéltük a csettel, hogy...
Mennyi? A kerék látszódjon ki, nem? Nagyon jó. Igen, méretünk, ami szerintem egy pont jó. Igen, ez pont jó. Nem fogja leszakítani a sárvédőt sem, szóval... Ez pont jó. Jó. Ez tökéletes. Cset, ez így jó. Jó néz ki. Így? Ennyi lesz, uram? Így van, ennyi lesz, köszönöm szépen. Megfelel, köszönöm szépen. Opsi. Szuper, király. Ez ki is számad. 1.130.000 forint lesz összesen. Rendben, Tímár Mihály névre. Kérem szépen. Na, jó ez a szerelő, nem? Jó nyomja. Itt is van. Jézus, nagyon lapít most amúgy. Köszönöm szépen. Mennyi időm van befizetni ezt, uram? Hát, amint tudja, fizessebb időben. Igazából szerintem egy hete van az úrnak. Jó, rendben, rendben. Ez ugyebár annyira nem brutális összeg, de majd az úr látja, nem akarok a zsebébe nyúlkálni, de azért jó, hogyha minél hamarabb befizeti, mert nem rendben. Szeretnénk, hogyha meg legyen terhelve a szája. De a motort is tuningolta, Gábor. Rendben, köszönöm uram, akkor további szép napot és további jó munkát kívánok. Köszönjük szépen, meg haszni egészségre ezt a kis fekete csodát. Köszönöm. Na, ez jó. Viszlát. Viszlát. Na, ez király volt. Jó. Megnézzük megint mennyit megy, de hát jó lett, chat. Jó lett. Hát ez nagyon, nagyon zorol, nem? Nagyon zorol. Nézzük meg mennyit mentünk közöbb, 280-at. Hát ez szerintem... Ez nagyon brutális. Mindjárt megnézzük, mit megy. 288 körül volt. Mindjárt megnézzük, jó? Mindjárt megnézzük, most nem akarom nagyon nyomni neki, de nagyon szép. Ez a neonna. Ja, kék, kék meg lila. Nem ugyanolyan színű a fényszóróval, de... De jó. Megnézzük, mit megy. Hát, hogy gyorsabb lett egy kicsit. Nézzük. Nagyon köszönjük, hogy szettem. Hát, ez nagyon kicsit. Csert, jó. Három ötven. Jó, oké, akkor fodrász, jó, fodrász. Jött egy SMS. Megyünk fodrászhoz, aztán befizetjük a csekket. Jó? Nem tudtam letiltani, az a baj. Csinálunk egy új hajat, mert itt azt mondjátok, hogy az adani a haj nem jó. Ilyes, figyelj, véletlenszerű sorsolás, intézik aktuális fentővi játék között. Egy autó mosott sorsónak véletlenszerűen, aki fönn van a szerveren. A nyertes pár perc múlva értesítjük. Hoppá! Hoppá, hoppá! Autó mosót sorsolnak! Most gyertek fel szerverre! Most gyertek fel! Utána befizetjük. És a
Hát van egy vállalkozás, autóbusos vállalkozás. Sehet, eddig jó bírja az új videókártya, Driverre. Menj, te is nyernek, de hogy eddig nem nyerheted. Ez egyértelmű. Na. Ez egyértelmű, hogy én nem nyerhetek, hát nem is fogadnám el. Fel kell menni a fizút? Hát, van pénzünk, van pénz. Na nézzük! Úgyse lesz jó, amit ti mond, vagy amit én választok. Ó! Ez túl mafiás. Ó! Ó! Babar! Na, nem jó. Ó! Nem tudom, ami nagyon rendőrös kellene. Fű Gábor, valami nagyon jó. Kéne. Ó. Ó. Ó, ez egy jó fésült. Már csak egy fülgavaló kéne. Kis aranyos, nem? Most miért nincs több haj? Nem, hiába megyek fő, nem vált hajat. Ezt akarja az élet, hogy ez a hajunk legyen csak. Na, ez Team Army hát. Ó, ez szokott lenni, nem? Általában. Csörgök. Ez nyomozós. Megy hozzá a zene. Figyeld a forma szervert, a legnagyobb formákat találod itt meg. Egyesült te is a családdal, hidd el egy percig sem állom, mert a srácok ma itt benn mazdani. A bokul a cyber, a pedi expedíció indul, hát cyber te is. Betona meg tegla végre egyszerre, vagy itt minket a teszi fénye. Újra itt vágod, szeretek itt lenni, ezt is lazában ráncon. Fullos a vibe-os, fel se tudni, körülöttem mindenki táncolna. Gyere, 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 gyere be, tehát teret adhat neked szerepek. Meg küldetések, tömkelegem itt vár. Dobd le magadról a maszkot, nem vagyunk csicskák. Nincs mit szégyelni, hidd el, nem érdekel minket a pénz. Vitel ingyen a 50 cent itt lett az utca sarkán. Csak ott várj, csak ezzel a szalagnyál. De vajon mit is nézhet, hogy... Igen, tessék, Team Army Mihály. Hát tudom, hogy fiam. Ja, hello, te vagy az Faterus, mi újság? Hol a nézem? Milyen pénzről beszélsz? Hát milyen pénzről? Szerinted milyen pénzről? Milyen pénzről? Amit odaadtam neked, hogy tesztél, de valamennyit költhetsz belőle, de a többi tartsd meg nekem. Igen. Nálam van, megvan Faterus, megvan. Rendben, akkor nem sokára találkozunk kéne. Jó, gyere a házhoz, akkor ott odaadom. Jó, a házhoz, gyere, ottali. Rendben. Hol is a házod? Nem tudod, akkor keresd meg! Na! Azt hittem, hogy nem... Megint nem lesz térképem. Milyen rossz haj! Most úgyis megszokjátok. Jó van! Akkor bemegyünk. Nektek semmi se jó! Nem hiszlek el titeket. Ne szóljatok hozzám. Nincs is több haj. Olyan izik vagytok, amúgy 200 haj van. Nem találjuk el csak, nem. Nem találjuk el. Legyek kopasz, aztán ennyi. Ezt mondjátok? Ez mondjuk nem rossz. Ó, jó a fejünk.
Na, csertos, ha nem variálunk, majd elmegyünk hónap utánoskodáshoz. Na, pinkek, a kínai csávó, pinkek a csillagvizsgál... Mi látjuk a HTVT-t? Látjuk a HTVT-t? Az Alfonz Péter, tényleg Alfonz Péteres, tényleg! Na, a faternak adjuk oda a pénzét. Mennyi pénz van nálunk? Bakker! Ez nagyon el, nagyon durva. Ki adja? Persze, jadaj, mit kell befordulni. Hello, lányok! Ne fussá! Szálljon be! A számlát is ki kell fizetni, igen. Azt először fő kell tennünk a KP-t a számlánkra, ugye? Egy milliárd? Bejön szerintetek? Aha, kétszer el. Jó. Jött egy SMS. És remélem jó lesz amúgy, ha belépünk a házba, mert akkor ne rótot kapok, ha nem. Kirakjam csillagvizsgáló, hanem már csak a Jézus jelzett. Szevasz Jézus! Szevasz Timár tesó, na mi a helyzet? Minden oké, hallod? Még haragszok rád, amilyen fel akartál áldozni az arkangyalnak. Nem én, ez nem az én művem ja, volt. Ja, a két srác is mondta, hogy meg az angyal is, hogy te fel akarsz engem áldozni. El akarsz oltáron égetni. Dehogy is, az angyalnak ne higgyé. Angyalnak jó. Ne higgyé. Jó, neked hiszek. Mindig neked hiszek, és mindig megszívom. Dehogy is. Na, megvan már a belépőd a szigetre egyébként? Meg, persze. Neked mi volt a, neked mi volt a belépőd? Milyen? Miről? Azt sem tudom, miről beszélsz. Milyen belépőről beszélsz? Hát csak be hát, kell menni. Bemenjünk a szigetre. Hát csak begurultam autóval. És nem kapott el az angyal? Nem. Képzeld, de jött egy asszaszin, azt lekardozta. Megölte. De csak szólok, nekem van belépőm a szigetre. Igen. Úgyhogy én most elmegyek és én fogok beszélni Paterusszal. Jó. Megkeresem Paterus. Jó, beszélj vele. Te nem jössz velem? Hát figyelj, én most fogok vele találkozni, akkor majd megyünk ketten, jó? Csak megint nem remélem. Nagyon helyes, nagyon azt helyes. Nem hiszem el. Jó, oké. Na. Hol találkozunk? Oké, szevasz, Jesus. De hol találkozunk? Várjál majd már. Majd hívlak! Kösz szépen, Mihály! Nekem az az érzésem, te nem akarsz nekem segíteni. Mert nem könnyíted meg a dolgot. Mindig meg, hát rád baszulsz, hát én itt drága jó életem, na szóval jó élem az életemet, te meg hát baszulsz engem. Nem is igaz. Nem hagy célni. Próbálok neked segíteni, állandóan. Jó, figyelj. Most a csillagvizsgálóhoz megyünk a faterra találkozni. Gyere oda. Jó van. Na, cső. Cső. De csak a rendőrködés az annyiban áll, hogy csak igazoltatunk pár embert, meg ilyenek, azért nem akarlak untatni azokat, tekert, értitek? Vágod? Na jó, ezt nem előtetjük. Nem finns. Látom, hogy elvasa, mert gyere fiam, csillagvizsgáló. Na, csillagvizsgáló. Az összes pénzét vigyem? Remélem, hogy betőtt. Betöltött. Mi nem tudok bevenni a házamba. Na most oda tépézek, figyeljetek! Ide jöttem. És most az fogja, hogy én kilépek. Látjátok? Kijárat. Kijöttem.
De Krisz, attól, hogy nem rendőrködünk, attól RP-zünk és izgalmas RP-t csinálunk, ne őrítsé már meg, mert mindjárt fejbe ütöm magam a hártokaróval. Attól függ, hogy két külön RP-szál van. Na, most jó. Jó, mennyit adott? 1 milliárdot, azt mondtátok? Megnézzük, mennyi van be. De várjatok, ezt útkun... Ezt a 10 milliót nem ő adta. Hé. Hey. Hello. Ebbe van, ugye? Ebbe van. Ebbe van benne, ugye? A táskába. Abba van benne. Nem tűnt el? Azt hiszem ebbe van benne. Abba van benne, a táskába. De. Hogy kell kinyitni? Ezt akarom. Nem, ez teljesen más. Hol a pénz? Ez teljesen más van ebbe a táskába. Ez mi? Biztos a fater tette ki amúgy, hogy vette el, nem? Széfünk nincs. Alul sincs. Jó, akkor ezt összeadjuk. Nem ástuk el. Elástuk? Nem ástuk el. Mindegy, menjünk, mondjuk be a faternak, hogy nincs. Jó, majd kiderül, hogy reagál. Nem volt alul se, nem tudtam. A 10 millió az nem a fateri, azt a Fox Post automatába hagyta más. Számla... Nem vágom most. Jó, menjünk. Addolj be. Oké. Így a számlát se tudom kifizetni, mert piszkos pénzem van. Micsoda? Nem. Kérte normális vagy? Hát csak szórakoztam, hogy beartolom. Nem hallak. Hogy nem lép be a gyerek ide a gépemről, szétadolja magát. Tundra csomjába van? Nem tettük csomagtartóba, biztos, hogy ennyi pénzt leraktuk. Valaki nem emlékszik teljesen rá. Én azt hittem, hogy a... Micsodában van az... A... Táskába. Tároló legaljában. Nem, legörgettem, csett, legörgettem. Mondjuk lehet, hogy tényleg leraktam, és mert mondtátok, hogy nem, biztos elvittük a házba. Figyeljetek, megmondjuk fatának, hogy lehet, hogy a kocsiba van, nem tudjuk, eltűnt. Vihar lesz, hát remélem itt nálunk kibírja a streamet. Viharka. Na de legalább most nincsenek lagjaink, csak. Videókártyát le kell frissíteni.
Jó napot kívánok! Ki vagy? Mi folyik itt? Embert várunk, várjuk a Timár Mihályt. Én vagyok az! Ja, hát akkor... Hát hova parkolhatok? Ja, itt a Jézus is már csak az hiányzott! Ha, nézzétek, ide állok. Vagytok ám! Hát ki vagyunk? Kik ezek? Szevasz, Faterusz! Halló! Hello! Gyere ló ide, nyugodtan! Ez nem jó! Mit pész? Mutasd meg, mit tudsz! Hello, ló! Gyuri vagyok, szevasz! Én nem ismerlek nagyon téged, annyit akarok mondani, futár vagyok, Csokrom. A Mário üdvözöl, és hogy nagyon sok pénzre tartozó nekünk. Mi csoda? Ki mondta? Ezt a Mário mondta? Mondom. A Mário az hazudik, kifizettem meg a másiknak is, a kóbászos csávónak is kifizettem mindent. Hát de nekem nem fizetti. Mennyire tartozott neked? Hát azt majd Mário elmondja, még nem tartom számon. Jó van, a Mário remélem, hogy már meghalt. Nem? De jó, hogy nincs itt, mert most hallanám. Igen, nincs itt, ugye? Most ha már hallanám. Figyeljetek, rendezem a tartozásomat, amint tudom, de én valamennyit kifizettem. Azt hiszem 3,5 millió volt a vége, és 2-t én kifizettem. Te jó ég, ez kicsoda! Na most mondjad! Mário, nem úgy gondoltam! Ne hazudjál, mi az, hogy nem úgy gondoltad? A Jézus mondta, hogy ezt mondjam! Jaj, hogy hazudjál! Jézus, gyere ide! Megvan a pénz. Most egy nagy popa, nem tudtad, hogy itt vagyok. Figyelj, Néro, megvan a csomag. Ki vagy, mi vagy? Megvan a pénz? Megvan a pénz, igen. Igen. Én csörgök, kinyomhatom, Néro? Nyomjad ki. Figyelj, mikorra kell a pénz, és mennyi? Összeszedem. Most rendben, most nem hoztam el, de akkor hozom, jó? Na, és akkor... Fiam, nekem is tartozol 1,8 milliárdba. Igen, az is megvan. Jó, Bori. Oh. Hozom azt is, csak nem tudom. De azt mondtam, hogy hozzá a múlik. Nekem 10 millió, kamatokkal összeszámolva 10 millió. Jó, rendben, hozom a 10 milliót. Faterusz, jó, akkor megyünk veled, fiam. Nem kell. De elkísérünk. Figyelj, szerintem a Jézus úgyis akart veled beszélni, akkor addig beszéljétek meg. Azt már megbeszéltük. Jaj, jó, akkor... Bevagytuk kápszizba, azt minden szárnyos embert gyertek, látok. Meghívlak titeket a házamhoz, gyertek. Megyünk. Te Jézus, jó van, gyere! Persze, gyere! Csát, odaadom azt a piszkos 10 milliót a Nérónak, a Fater meg majd megbocsájt, nem? Csát, ez... A piszkos pénz, te... Tudják tartani a tempót? Jönnek! Hallom, hogy kanyarodnak ezek az állatok. Ja, de Fater tudja, hol van a házam, akkor én mit erőködök itt, hogy lerázzam őket. És jönnek. Tartják a templomot. A francessen bele! Hát ez nem olyan, mint régen! Jó vagytok? Mert én nem!
Oké, akkor jó bulák. Áh, kösz! Mindjárt ott vagyunk, srácok! Kiesett a gumim! Bakker! Van nálatok pótkerék? Hát nincs sajnos. Hát az tök, akkor átszállok ott, ja? Bakker. Átszállt. Figyeljetek ide, már gyalog sincs messze. Itt hagyom. Kotla, gyertek! Chat, a 10 millió piszkos. Babes. Milyen babes? Chat, a tundra az hol van, hogy kumba? You really are a disgrace to humanity. I ain't got time for this. El fog tűnni a szomény. Utána vissza meg megcsinálom, jó? Fix, viszek meg pótkereket. De 10 milliót nem ezek a pinkek rakták bele az automatába? Nem mondták? Azt hiszem valamit, mintha mondtak volna. Ferenc, akkor lépj ki, ne haragudj. Lépj ki a lányból, nem tudok másik hallani. Megnézem, hogy itt van-e. Örülök a tigla. Hozom a Nero-nak a 10 millát, jó Csunesz? De jó van. Csunikorn is. Zárjam be a házat? Bocsát, hogy most megint nem rendőrködünk, de chat, hát itten ezeket rendezni kell az adósságokat. Bezártam, nehogy már bejöjjedek. Maradjunk itt. Maradjunk itt bent, nem? Hát, ha elmennek. Hívott egy szám, várjatok. De sose rendőrködsz. Hát azért, mert közben jön mindig valami... Ki hív... Hogy nézd? Ez hívott? Ez ki? Igen, tessék, tiszteletem. Timar Mihály, igen. Mihály, igen. Tudnánk találkozni valahol? Igen, ki maga? Ha? Én Lakatos István vagyok. Pityu! Pityu! Mit keresd? Igen, Pityu vagyok. Fejt. Nem tudom. Adok neked ajándékot. Pityukám, pénzt adsz? Azt. Pityukám, figyelj, most dolgom van, kereslek majd, jó? Jó, hívjál. Pityesz, és egy üzenet neked, jó? Igen. Mosakodj meg rendesen, jó? Rendben, megmosakszok rendesen. Hello. A barátaim azt mondják, hogy ők világító Szűz Mária. Mármi nem ön, hanem a barátom. Erre fel kell készülni Pityukára lelkileg. Na, 10 millió piszkosba. De várjátok, ha ezt... Most a Pityuka hív meg én? Igen? Hol vagy, fiam? Jó, megyek, csak... tollászkodok, keresem a pénzt, tudod? Há, jó, mert itt kapogok az ajtón, azt senki nem jön ki. Jó, megyek! Miért zártad be az ajtót? Jó, csak... Meddig bezárom, elővigyázatosság. Jó, megyek. Azt mondta itt Mario mellettem, hogyha nem jössz ki, akkor rátszalad. Jó, oké, megyek. Jó van. Megyek. Hello. Hello. Odaadom ezt a 10 milliót. A faternak meg akkor a ládát, nem? Adjuk oda neki a ládát, van benne finomság. Finomság. Ez a Mario, ez egy állat. Kijövünk, vagányok vagyunk. Maga Timár? Jó napot, igen, mondja, messzi. Ilyen kis kocka fejű. Köszönöm. Így nagyon jól nézik. Nagyon csanázom magát. Köszönöm szépen. Na, itt a pénz, itt a pénz. Na. De a Máriót hívjad ide, légy szíves. A Nérót.
Hallod, hibáld a Mariót. Jött a házból. Meghoztam a pénzét a Máriónak. De mi? Hogy ment föl 10 millióra? Petya Tim, köszi szépen a kapcsolatot. Megvan az is, de most Márióért hoztam. Itt van elő. De hú van? Hallod Márió, de mi? Hogy ment föl ez 10 millióra? Hát kamatokkal mi van veled? Ha elveszel a hitelt, az is kamatozik, nem? Ó, igaz, igaz, igaz. Na gyere arrébb odarom. Na, azért mondom. Figyelj, mert nem lehet lecsípni belőle egy pár millió. Ha figyelj már ide, figyelj. Te tartok, figyelj ide, 3 millióval tartoztál, eltűntél, elhanyagoltál. Akkor... Már jó, figyelj, van egy, van, de ne mondd el senkinek, jó? Az a helyzet, hogy na, mondjad. Segimplantátumom lesz, és ki kell fizetnem. Jó, boroszt, akkor én az a mit csinálja? A mi közöbb nekem ahol? De csak 8-at tudok adni, ez mi? Mert az 2 millió forint. Hát jó, van Bori, akkor adjál egy autót, azt még lóg nekem 2, mert az is kamatozni fog, úgy csinálja, okay. Nem adod meg. Na, akkor melyiket választod? Tessék, ez az ez pénzem. Tessék, legyél boldog! Aj, menjél! 2. 2, 4, 6, 8, 10. Jó, Bori. Még több is, mint 10. Az a jó van, látom, megvan. Boríték, a vastagságáról, meg súlyáról megállapítom. Nagyon na jó. Jó van. Nagyon jó. Na jó, valószínűleg a paternak a lóvéja? Na azt majd intézzük mi, persze. Az engem is érdekelne. Na, meg a többieké? Jó, figyeljetek, hozok valamit, fater. Jó, a pénzed az az helyzet, hogy a csomagtartóban van, és most az autóban, a szervizben van, úgyhogy abban az nincs meg. De hozok valami mást, jó? Várjatok. Akkor kilopják. Jó, de semmi ostobaság. Bakker, csat, adjuk oda nekik a ládát. Ugye, kábítószer van benne, meg minden. De hogy hol az a pénz, azt nem tudom. Fogalmam sincs. Valaki kapog az ajtón megint. Mi van még itt? Fegyverek ennyi. Ajtókulcs, jó. Pisztoly van benne. Jaja. Jó, és hát kiviszem azt. De hogy fogják rám a fegyvert? Azt hiszik, hogy megint lelőnek valakit. Mondd neki, hogy ez nem lesz elég. Tessék. Mi az, hogy nem lesz elég? Több mint 10 milliót adtam jaj, neki. Jaj, ide. Na. Hát de milyen pénzt adtál te nekem, hallod? Hát mi nem jó? A pénz az pénz, nem? Hát ez mi? Hát ez retkes, hát, szaros lóvé. Hát tudom, meg kell mosni. Hát azt még én dolgozzak azzal, hogy megmossam, meg akkor ez nincsen 10 millió. Azt a Jézus intézi, azt mondta. Hát de várjál már. De tényleg, az kimosom 10 millió. Hát akkor ez így nincsen meg az összeg. Hát az így nem jó, hely. Rendben, akkor tartozok még, de fater, odaadom akkor a terészet. Hát ez állandóan tartozik, komolyan mondom. Hát hallod, egy csekket nem bír kifizetni normálisan, azt is több részletbe fizeti ki. De te mit szájasz már megint? Az előbb telefonban meg, jaj, drága barátom, most meg itt szájasz? Van, na. Tudtam. Itt nagy a közönség. Ah. Na, apa, átadtam. Nézd meg, hogy mi van benne. Nézd meg. De ó, még apa. Jajátok, még apa. Na jó, figyelj ide, modrot kell egy elengedem. Hallod, Mihály, elengedem a izét, elengedem a tartozást, de akkor modrot kell egy verset. Rendben. A nevemről. Rendben. Mondd egyszer a nevet. Hát Mário vagyok, Dikat, hát szó mondjam, mert süket vagy. Ezt inkább odaadom Jézusnak, fiam, ez nekem semmire nem elég. Ez mit csinálja? Rendben, kezdheted? Nézd Jézus, hogy mi van ebben. Itt van előttünk Mário. A hozzáillő autó nem más, mint a Cabrio. És ő lesz majd a fáraó. Mert ő a legnagyobb király. Itt az egész bungalóba. Yeah! Ennyi. Hát ez nagyon jó volt, ez nagyon jó volt. Igazsátok, ez jó volt, nem? Őket nem győzte meg. Hát szerintem nem tetszett nekik amúgy. Hallottam már jobbat is. Ó, oh, ti vagytok a Pink! Hopp, wow. Itt egy fing!
Nagyon vicces. Na, ez nem volt szép. Az igen, hát ez nagyon nem volt szép, hallom? Most csúnya volt. Hallom? Jaj! Legközelebb ilyesminél a bokádba megyél. Nehogy bemenjél a házba. Megne. Beszorultam. Az ki? Be van zárva. Valaki kapog az ajtón! Hármat lőttem bele! Ilyen nincs! Arany revolverre! Arany revolverre! Hármat lőttem bele! Egy megbukfencel egyet! Ez mi? Becsukott engem. Bent maradtam. De láttátok? Na jó, újság Mihály? Nem jött össze a kis izé dolgod. De nem tudom, hát már egy lövésből fél kéne, hogy meg kéne halnia, nem? Na, mondtam én, hogy be, kinyitom én ezt az árat. Mondtam én, hogy betöröm, be tudom törni. Hármat lőttem bele, hát aranyra múlva alapból. Bármilyen ajtót kinyitom. Nem tudom, mi volt ez. Még jó, hogy bautálom az asszonynak a izéje. A magyadvál. A mi van ezzel? Felvegyem hát a vállamra? Hát nagyon itt akar maradni. Kelljél már fel, Bore, mi van veled? Addig, ha bejel van, álljunk a hely. Jó le van fogyva a hely. Volt rajta páncél. Igen. Megnézzük az asztalon, vagy mi? Ja, volt rajta páncél, biztos. Nem maradhatott sok élete. Kis haba itt van az asztalon. Azért nézzük már meg, hogy milyen sérülés van. Milyen Bore? Te felteszem az asztalon. Fejbe lőttek, nem? Milyen sérülése lenne, Bore, ha meg se lőttem? Fejbe lőttem. Hát a lába mellé lőttem, Dick. Gyengítették, hanem ott vagy csak azért, mert ugye már nagyon el volt koffa. Vagy gyengítették? De Ed már lesz szerencsétlen, tehát nem hát lehet, hogy... Na jó van, rakd már oda le az ágyra, mit kerítjél. Jó lesz az ez a csávó, ez jól lőtt! Rögtön bukfencet és fejbe! Hát, ha már bársova debb egy... Ezt, hogy teszteljük. De nézzed meg! Hát nem, Peti azt mondja. Peti, akkor... Belegyúlok itt a zsebűbe. A páncélja volt, sok rajtam. Jaj, Bore, Viagra, találtam nála, hallod? Dick! Azt ide is adhatod nekem. Fiat, ebben rosszabbá, izé, viagrázik, mint valami 80 éves öregebbér. Lesze itt van, neked adtok, tessék. Köszön, hogy ugye szépen belerakom ide a reciküröm. Hát ott van, rakd bele. Fejedde meg ott nézze, a pont! Papi, fogja van! Ott tényleg ott a pont! Hát mekkora pont van ott? Hát persze, hogy fejjel lőttek! Ja, Bore, nézed be, pilyen tévéje van! Á, pedig kár. Azt nem is látod áig. Pedig de jó történet lett volna további folytatás, hogy beszorulok meg minden. Én meg sátorban lakok a Városligetbe. Neked van sátorban? Már kihányzik. Jó, neki ott kell tudnom maradni a fődöd. Nézzük meg itt a kilátást. Én is fejbe lőttem. Ó, kilátás. Lehet, hogy egy fej. Körülnéznek. Hú, csak ez durva volt. De kár, hogy nem tudtam lőni. Egyesével lőttem volna ki őket. Nem? És akkor egyesével beengedem őket. Viszont most nem tudom, hogy lesz ez folytatva. A csáva, ez durvá lől. Tároló olyan tényleg. Azt a minden itt neki! Megszálltad sördőt! Mit szoktál neki? Nem tudom mi volt. Hát biztos, megijedt tőle. Ha megy be Jézus, nézd meg. Én menjek be? Hogy menjek? Nyitva. Hát kipakolják a tárolót szerintem. Nem?
Kipakolják a tárolót, az beszélés. Hát ti mit csináltál? Hát ki hozta? Most dobtam ide le. Hát de mi történt vele? Hát mit tudom én? Lelőtte! A fater most végezze ki azt az embert, aki lelőtt. Bejött és lelőtt. És a fater végezze ki az embert. Feltörtem az árnyát. Ja, és fejbe kaptad te? Mi? Á, biztos nem. Próbáltátok újra jösszeni? Ki lőtte meg? Melyik volt az? Hát akkor szóljatok már neki, próbálja újra ezt. Ó, Bori. Jaj, ezt szimulálj, kell egy felés járt, bizony. Gyere, próbálj meg az újra éreztük, gyerünk. Én. Bámed. Az újra éreztük. Levegőt a szájáról, mindent csináld. Humpáld meg. Mihály, ne szimulálj. Mihály, ne szimulálj. Szerintem befogom az órát. Fogom az órát. Én meg felipújom, felipújom. Leveszem a maszkomat. Akkor csináljad te. Befogom az órát. Elkezdem fújni a szájába. Jó, kicsit elkezdem is ütögetni, hogy gyomrát. Nem hiszem én is, hogy kipakolják a rakkát. Én felték! A csigisztettél még a rakkát. Várj, tüdőd, hogy beinduljon neki megfogom. A... Megfogom. Mik azok?! Na, még fújjunk a szájába, befogom az órát. Egyből a szívbe kell az indulni, nyomatni. Ne illedjek újra itt? Már mi fog ez? Hát, nem igazán. Fogd meg a kukiát, lehet arra felébred. Jézus, mondj egy áldást! Megáldalak, én mondom, Mihály, a Szent Négyesség nevében. Én, az Úr Jézus Krisztus ki, ezen a négyben... Peti, az aranyre volt a kórházban, vissza tudod adni, létszi. Megszólalok és megparancsolom néked, hogy fejezd be itt a szimulálást, kelj fel és járj. Jézus, szenteld meg mostantól Mihály testőre eme ember, akit lelőtte. Szenteld igen, meg az azt. Szent testőre. Hol vagy szed testőr? Ott van, ott van. Mihály! Mi van? Útba vagy már megint, mint mindig. Meg én na, is. Na, te vagy a testőr? Én nem, ott áll. Már menekül, figyelted? Tetszik, örülök. Megállalak téged, te leszel Péter. Szent Péter lesz a fűszikla, tudod? Hamar. Szent Péter a mától a te neved. Nagyon fáj. Azért, hogy innen folytasson az erpét, azért, hogy innen folytasson az erpét, mert utána nem tudok visszajönni értitek. Hozzatok már valami kötszert, vagy valami. Megnézem már, hogy retik tudom, de ez most mi volt? Csörög a telefonom. Direkt reszkőre van állítva, és be van rakva a fenekethez. Hello, hello, hello. Tiszteletem a legnagyobb Tímár Mihálynak. Itt vagyok a házamnál, és körülvesznek furcsa emberek. Erősítések is vissza. Mindjárt ott vagyok. Van ilyenek vagyunk. Micsoda? Mi? Pistike volt az! Pistike! Nem, ki volt ez, Jett? Pistike az erősítés. Jufók vagyunk. Mi vagyunk az alienek. A Marsról jöttünk. Rendeztük a tartozást? Végre? Mit találtál a ládába, fater? Ja, Jézusnak odaadtam a ládát. Na, és? Megnézted, Jézus? Köszönjük az egyház nevében, igen. Mit akartok még tőle? Az életemet? Azt? Nem, Mihály, adok neked egy tárgyat, jó? Ezzel be tudsz jutni a szigetre. A kerül kérdezi, akkor megmondod, hogy itt a belépő. Megint sörög a telefonod? Igen. Ez mi? Mi volt az? Ja, Bore, mi volt az, hé? Addod a Jézus, addod a létszülös. Mi ez? Alien. Jó van, ezek tényleg megvan a kátkozban, Mario. És akkor ezzel be tudok lépni a szigetre? Igen. Ez a két ember megvan átkozva. Mi Jézus volt ez, mi volt ez? Jól vagy, Mihály? Jól vagyok, igen. Csak azt te kérdezett, hogy szeretszem. Mi? Te voltál az? Meglőttél. Azért, mert befostam, mert jöttél be olyan gyors, amiközben be volt zárva. Befostam tőled. Ahogy bementem, te már lőttél is rám. Itt van a golyóállam. Figyelj, ne haragudj, tudod, mit hittem, hogy Jézus az, és Jézust akartam, tudod. Nem rossz, hogy csak érted. Reflexből fejbe kell tudod. Hát nem fejbe megsebesíteni. Azért megijedtem én is. Szép fog. Elfogadom. Majd Jokernek
Jó, majd Joker, jó, majd Jokernek mondd el, légy szíves. Elmondom, hogy ez én, megbírtam én. Na, megyünk, csöcső. Szia, hello, hello! Jó napot! Küldjön koordinátát és már is ott vagyok. Jó, rendben van. A 70-30-hoz. Itt várom. Jó, rendben. Várom. Mindjárt már nincs viszlát. Baj, nincs baj. Viszhal, jó, akkor megyek, viszhal. Na most meg. Napi Jézus kill meg lesz. Á, fővette a hátára. Meg akartam ölni. De kár. De kár! A Jézus kill! A Jézus kill kellett volna. Na. Jön most a pityuka, elvitetjük volna. És akkor most mi... Most mi adta ezt Jézus? Adott valami alien tojást. Ezzel ki, a szigetre. Megint ez a story RPG-t, hát a szigetre kéne kimenni. Arra ír a volver, megvan minden, mert újraélesztettek. Chat, azért élesztettek újra, hogy ne kelljen a kórházba kezdenem, és megint elfelejtenem mindent, hanem mindent tudjuk folytatni az RP szállat. Szerintem ez nem probléma, nem? Menjünk ki a szigetre a tojással, vagy ne? Mert itt... Ferenc nagyon nem akarja. Megvárjuk a kisrácot, hogy mit akar. Megvárjuk a kisrácot, hogy mit akar. Ki írt az ötletet? Ja, hogy küldjek koordinátát, ugye? Küldj koordinát, sietel. sietel. Jó, várjatok, csinálok szavazást, jó? Mert ebből nem tudjuk leszűrni. Dani, tessék. Mondja meg, hogy mit tudsz az alien tojásot csinálni, mondjuk te ezt úgyse tudod. De nem baj, nem, ne mondd el. Jó, mondd el, így sem úgyse tudod. Nem baj, tartsd magadba. Kérdezd meg a közönséget. Nagyon megoszlik, szavazzatok chat. Nem pakoltak ki a tárolót biztos. Na de most ez a pityuka, ez kicsoda amúgy. Elég többet tud, mint én, igen, az igaz. Kettő rendőr van, Übrig van fent, meg én, chat. Übrig van fent, meg én. Az a baj, hogy most egy rablásra is ketten kimegyünk, értitek? Most itt felvételiztetni kell. Az álljon be. Ja igen, Ferenc, igen. Jaj, de nagy szája van! Jaj, de nagy szád van. Hello? Tiszteletem uram, indulunk. Még egyszer, hova kell menni? 70-35. Itt bent. Rendben. Állsz, jó? Pillanat is a tempiszlát. Köszönöm. Ki ez a kis srác? Normálisnak tűnik. Köszönöm Kevin a live rajongói tagságot. Kedvesek vagytok, köszönöm a támogatást mindenkinek. Ezt tudom, hogy máskor többet várok tőled. Ez megint szarság, hogy rendőr elpéde mész egy szigetre. Kedves Sanyi, te lennél az első, aki azt mondaná, hogy ha igazoltatunk és unalmas, hogy te leírnád, hogy unalmas szerintem. Hello? Szevasz Pisikén, most mi volt ez az egész színjáték? Nem bocsátok meg ezeknek az embereknek, mert olyan pénzt követeltek tőlem, ami nem is őket illeti. Érted? Mhm. Uh-huh. 3,5 millióval tartoztam, erre 10-et kérnek. Ez több, mint pofátlanság. Hát ez még uzsorának is szégyen. Ugye? Látod, és te ezekkel barátkozol.
Én csak sodródok a zárral, Mihály. Faterusz nyomába járkálok, kelek, érted? Én nem tettek róla, hogy ilyen társasága van Faterusznak. Most nekem is ítéletet kéne mondanom felettük? Vagy mi legyen, Mihály? Nem. Jó, figyelj, mit csinálják ez a tojással? Ez a belépő a szigetre. Jó, kedve ezt fogja kérni. De ha beléptem, akkor utána mit csináljak? Mit tudom én? Hát... Te akartál szigetre menni, én Faterusért akartam oda menni. Jó. Valami nem stimmel, hallod? Valami nem stimmel ezen a szigeten. Én nem tudom. Valami van elfogva, nem? Hát lehet, mert valami van a levegőben, hogy te is halucinálsz. Köszi, Kevin! Az öt szemnyívben! Valami nem kerek nekem. És nem tudok rájönni, hogy mitől van. Vírus szabadult el, vagy esetleg a Szent Ostyám ilyen erős, én nem tudom. Jó, meg fogom nézni, jó? Mit? A szigetet meg fogom nézni, hogy mikor nem tudom, de meg fogom nézni. Jó, van valami tervem, Mihály? Semmi tervem nincsen. Ha odaérek, kitalálom a tervet. De most találkozom van. Vigyázz magadra, Jézus. Te is, Mihály. Szevasz. Te is. Szevasz. Szóbeli az majd itt, Attila. Köszönöm szépen, Kevin. Majdnem 500-an szavaztatok. Jó chat, akkor mondom most a független szavazástól, mindjárt jön a kisrác, bevegyünk a rendőrségre. Kettő rendőr van, fölveszem a szolgálatot, és akkor mondjátok meg, hogy mit csináljak rendőrként, mert így elég nehéz RP-zni ketten rendőrként. Mehetek igazoltatni, de nem biztos, hogy az izgalmas lesz. Vagy nyomozni ilyenek, mehetek. Ide ér a kisrác. BMW, kiesett a kereke. Kiesett a kereke. Igazoltass a szigeten. Ennyi. Igazoltatunk a szigeten, ennyi. Az ajtó? Jaj, Máté, megnézem. Pistike, nem mindig a szavazás. Csak kíváncsi vagyok, hogy ki hogy döntene. Bezártam, köszi. A másik oldal! A másik oldal! Gondolom rájöttek. A majmokat igazoltatom a szigetet, igen. Megkérdem a Nikit, hogy vágja a videót. De érted, akkor meg a másik fél sértődik meg XX-ul. Most nem talál ide a Pistike? Vagy mi van? Köszönöm még egyszer a subgifteket. Tiszteletem, itt vagyunk. Be kell jönni, van egy beágazó. Hely. Itt a kiskapun. Az ötnek a végén. Ötnek a végén. Jó, a megyünk utca. Oda, Viszla. Köszi Gábor a subgiftet, nagyon kedvesek vagytok, köszönöm. Köszönöm ezt a sok subgiftet. Köszi Kevin fodrászra. Pont ma kérdezte Niki, hogy mikor megyek fodrászhoz. Ez pont elég rá, köszi. 1500-én írják a hajamat. Köszi szépen. Valaki kopog az ajtón? Ki kopog az a... Hol jöttetek be? Jó napot! Hát a kiskapun ott. Üdvözlöm. Jó üdvözlöm. Napot. Jó, ja, azt hittem, itt jöttem be. Azt hittük, hogy nincs. Hát, hogy valaki kopog az ajtó. Ja, azt hittük.
Na mi újság? Miért keresnek engem? Hát egy úr a városban azt mondta, hogy keressük fel magát, mert ön a legnagyobb ember a városban. Ez így van, és miért kerestek fel minket? Nem tudjuk ezt. Jaj, az úr mondta, hogy beszéljön milyen, magával. Milyen úr? Esik? Milyen úr mondta? Vagy hogy nézett ki? Mi a neve? Ilyen, a nevét nem tudjuk, azt mondta, hogy nem százas. De ma Jézus volt az? Hát nem tudjuk. De milyen hát, Jézus kinézette volt? Azt mondta, hogy nem százas. Hát nem tudom, Jézus azt mondja magáról, hogy normális, akkor hogy nem lehet. Csak papírja van róla, hogy dilós, amúgy. Jó, és akkor hogyan tovább? Oké, felkerestetek, hogyan tovább? Mit csináltok a városba? Hárman vagytok, mi? Barátok? Igen, hárman. Igen, sajnál. Igen. És mit csináltok, vagy mit tevékenykedtek? Elmondjátok, mert nekem van fejbe egy kis dolgom. Ja, jó van. Hát igazából... miket szoktunk csinálni? Kózos igazából, fémeket szerzünk. Ja, szedegetni a cuccokat? Igen, azokat szoktuk igazából csinálni. Kereskedtek. Kereskedünk, ja. Igen, meg kávézunk. Kávéztok? Igen, kávé az is majd, ja. Kávézunk, majd jöjjön, nyugodtan. Ja, az is lesz, ja. Nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó. Meg egy céget szeretnénk nyitni. Értem, igen, azt értem. Is, ja. Ja, most azt tervezzük. De nem ilyen rossz fiúk lesztek, ugye? Nem. Ilyen... dehogy is nem. Mi a neve? Élményközpont. Élményközpont, mi a fene? Jó, mert azt tudnatok kell, hogy én rendőr vagyok. Én a rendőrségen dolgozom, most éppen itt a házam. Nem fizeti ilyen jó rendvédelem, a fatertől kaptam a házat ajándékba. Úgyhogy ja, ezt tudnatok kell, és előfordulhat, hogy ha velem barátkoztok, akkor bajba fogtok kerülni, sajnos. Hát nem baj ez. Tudja, nekem ilyen apám lenne. Ő itt az apám, és a kuka mellett halált. Ez durva. Milyen kedves voltam, hogy felszedtem, látja. Na, ez nagyon jó. Látod, és már közös vállalkozást akar nyitni veled. Hát örülj neki. Hát, igen. Hát és ugye, ennyi, így van. Ő itt másik fia, jutottam mellett. Figyeljetek, de akartok egy kis pénzt keresni, ha már itt találkoztunk? Igen, igen. Hát mindig. Ja. Az előbb meg... az mindig jó. Az a helyzet, hogy fegyvert tartottak rám, meg minden egyedül, meg kevés vagyok hozzá. Ki? Meg... ilyen pinkruhás emberek. Pinkruhás emberek. Megyünk. Hát figyeljetek, nagyon erről sokan nem vannak és nagyon veszélyesek, inkább csak információ kéne róluk. Ja, akkor menjünk oda, aztán tegyünk úgy, mintha barátkoznánk. Hát, persze, az is lehet, mert kérdezősködtök. Csatlakozzunk be hozzájuk, és akkor jó, átadunk. Jó, csatlakozzatok be hozzájuk. Ez még jó is lehet. Jó, van, oké. Amíg nincs a vállalkozásotok, próbáljátok meg őket felkeresni. Hát jó, csak kávézósok vagyunk most. Ja, mi most kávézósok vagytok. Nem baj, nem baj. Ő nem. Én amúgy sokat látom őket. Pinkeket. Sokat látod őket? Ja. De nem pinkek. Nem pirosak? Nem, pink. Ilyen rózsaszínű ruhában vannak. Azokat ismerem, azokat. BMW M8-a járkálnak, van a hölgy. Ilyen nagyszájúak, a reptéli publikból azt mondták, hogy menjek velük szórakozni, de nem mentem. Azt mondták, hogy szülinapra menjek velük. De mondtam, hogy nem megyek, hát pont akkor mentünk a városból. Szeretnek üldözni, vezetni azt nem tudnak, mert igen, lőni üldöznek. Tudnak. Hát azt nem tudom, még nem lőttek rám, de az biztos, hogy amikor jöttek utánam, az első kanyart bevettem, ők már ütköztek is. Aha, akkor bénák. Belégi. Jó, az mondjuk látszott a fejükön, igen. Maga így ránézésre elég ütőképes ember lehet. Hát az vagyok, nézzétek, ilyenekkel mászkálok, muszáj, jó, mert meg kell védenem magamat. Nekem ilyen nem lenne. Majd lesz pistikém, lesz. Hát igen. Tudja, 860 forintom van. Mennyi? 860. Na hát az bőven elég neked, nem? Seppéznek. Persze. Hogy ne seppéznek, mert sok. Jó, figyeljetek, a másik meló, amiben megbíznánk titeket, mondom, megfizetem. Igen. Jézus felderítése, és rá akarom bizonyítani. Persze. A simán. Jézusra rá akarom bizonyítani egy bűntényt, nem tudom elkapni, hogy ő egy bűnöző. Bizonyíték kell, fényképes vagy videós bizonyíték. Nekem elég sok bizonyítékom van, hogy fegyvert vett elő. Nagyon jó, azt küldett nekem e-mailbe, applikáció, jó? Jó, de
Nincs megfelvételen, csak így szóba van. Ó, bakker, akkor járjál utána üzleteivel, és akkor fotózzad le. Jóba vagyok vele. Ja, én is amúgy az, úgy, ahogy jó vagyok vele, ja, mert már. De akkor inkább maga mellé állunk, maga ilyen jó fej. Jó. De várjátok át, srácok, nincs nekem senki másom. Én biztosan. Ha ezek a majmokat verik magukat. Persze, jöjjön. Jöjjön, persze, jöjjön. Nem arra, erre, mert ott már. Jó, hát igen, várhattam önöket amott, amúgy. Hát persze. Azt hallom, hogy valaki kopog az ajtón. Igen, kopogtunk, azt hittük, hogy bent vannak. Az az előbb itt, hát itt eljöttünk eddig, igen? Így eddig, kb. Így eddig, és azt hittük, hogy innen már más ház van, mert más. Jó, de nem kell vinni, mert nekem kint van az autóm, csak a pótkereket viszek kéne a garázsból. Figyeljetek, megvan a számom, keressetek majd, de akkor álljatok rá erre a melóra, jó? Oké, okay, jó. Jézus írott rálok, jó, jó. Termelő bizonyíték kell rá, jó? Jó, oké, okay, jó. Akkor menjünk és kutatjuk jó, is. Jó, jók legyetek. Köszi, hogy jöttetek. Oké, nincs mit bármikor. Talán szép napot magának. Nektek is, csá-csá. Megfogom. Oh, itt egy gumi a bokorba. Ah, ide traktam a pótkerekemet, kiveszem. Az ott ki! Állj meg! Az NPC? NPC, ugye? Na, chat, jó. Megyünk, megcsináljuk az autót. Ezek a srácok talán velem lesznek. A tundra csomját nézzük meg, jó. Jó, nézzük meg, mert itt többen azt mondták, hogy a tundrában van a pénz, de nem hiszem, hogy a tundrában van. Joker! Jaj, a Feri véletlen volt amúgy! Feri gurugatott össze-vissza, azt sem tudtam hol van. Ez ilyen volt a helyzeti előny. Hármat belelőttem, az semmi. Na végre itt az autóm. Rendben, felemelem az autót. Felemelem az autót, rendben van. Ráhelyezem a... leveszem a kereket. Ja, leveszem a kereket. Kicserélem. Meg... ezt órákig lehet terpézni. A szigeten nem voltam, mert ittem rendőrködést akarnak. Jó, nem a többség a szigetet, de... beállunk rendőrnek, és ha fél óraig nem történik semmi, kimegyünk a szigetre, jó? Felveszik a ruhát. Igen? Igen? Elnézést, hogy olyan kérdésem lenne, hogyha lenne... Ó, robbant valami! Hol? Nem tudjuk. Hol? Itt a két utcával lejjebb, de menekülünk. Jó. Annyi, hogy maga szerint jó lenne itt a városban, hogyha lenne egy ilyen élményközpont. Biztos vagyok benne. Igen. Maguk normálisnak tűnnek. Mert ugye próbáljuk, csak még intézni kell külsős applikáción. Jó. Rendben. Jaaan, viszlát! Köszönjük, viszlát. Viszlát. Ha bajban vannak, szóljanak. Ilyen a szigeted? Nem. Jó, megszavaztátok volna, hogy menjek a szigetre, és most megindultam volna Pestre a szigetre. Nem mernék ilyet csinálni. Na, chat. Jó vezető. Chat, 200 a városba. Simán. Simán. Köszönöm amúgy a subgifteket, nagyon kedvesek vagytok, meg a tagságokat. Aki tartottam visszanézheti a streamet, aki nem csak holnap. Jó vezetek csak.
De jó, hogy nincs lag. Nem csupán a számot tényleg. Hogy hívják ki itt a zenekarra? Ott nem szóltak, hogy túltóltam. Tundrát? De, megbízom. Megbízom a tundrát. Kedves Ádám, ne haragudj. Hol tudnak jönni? Hol tudom letenni? Hát ezt nem hiszem el. Frissítettem a videókártya drivert. Azt hittem a Fateros. Hol lehet letenni? Ó, Marika néni már. Megnézzük a tundrát, jó? Köszönöm, Józsi! Sziasztok, jól vagyok. Hát utána... Durva volt, tényleg a kasztó bejáratán. Na nézzük csak, hogy benne van-e. Hát itt nincs semmi. Videókártyát. Itt ugye? Nem itt? Hát komolyan mondom, nem tudom hol lehet. Hol lehet lerakni az autót? Az meg ott kicsoda. A lambós. Hello? Köszi tartó. Cset, hol lehet lerakni? Ez a nő itt rakta le. Komolyan mondom. Köszönöm, bejárat. You're the only person walking in LS? Ugh! Erre kéne valami jelzés, mert egyszer nem találja meg az ember. Nem tudom, Andrus. Valami probléma volt vele. Mutka, mintha itt raktuk volna le. BMW-vel lévő szemben hármas parkoló. Végre. Köszcsöt. Jó, ide elfutunk a rendőrségre, mert akkor gondolom szolgálati járműbe menjünk. Nincs a mercibe chat, a tundrába volt a legesélyesebb, hogy van. Teke, 70-11. A PS-re kell menni. Megyünk akkor. Jó, hogy nincs lag, az így élvezetesebb stream, nem? Tegnap a tanigatya volt. A merciben nincs, gyert! Meg voltatok győződve, hogy a tundrában van, azt ott se volt. 70-11-re kell menni. Nem hiszem, hogy a lássam volna. Az nem tetszik a csávon. Jó, hogy nem itt el.
van rádió. Kajapia. Bözi néni, jó napot! Bözi néni. Eszünk is szundínom, dánom. Elbugolt, azt mondjátok, hogy a fater kivette. Nem, Zozó, az egy másik. Az egy másik, azt már kiástuk. Zozó, te másról beszélsz. Lágy minőség 1080p-be streamelek. Itt vagyok, főnök, öltözök. Köszönöm, egészséges, csodálatos, még garázsban megvárunk, jó? Köszönöm. Milyen ruhában menjek, főnök? Művelet is be? Hát sima, a szolgálati ruha, nem szükséges szerintem. Voltál már ilyen témára, hogy most mire kell itt számítani? Tessék? Voltál már ilyen, nem? Vagy most nem, én is láttam, hogy 70-11, és fogalmam sincs, hogy mi az, főnök. Menjünk a 70-11-re. Lehet Balázs amúgy. Meg jó néz ki ez a karakter ebben, nem? Na megnézzük, valami nem tudom milyen rablás van, valami pénzszállító rablás. És erre fogunk kimenni. Kicsoda. Behetünk? De. Hát mehetünk, jaj te szép a tímel. Köszönöm főnök, jó ez a ruha. Hát, jó, nem rossz. Jó, nem rossz. Nézzük, hogy mi van ott, akkor nem voltam egyébként. Valami pénzszállító. Meg én rossz neked? Hát nyisd ki, jó lesz, csak a bal oldali működik. Nyitottam. Mindig azon az ajtón akarok kimenni, persze. Zsír. Mindjárt. Nem is hallottam még ilyenről. Látjuk már hol a videóit a pénzszállítóban. Jézus, jön templom. Na, csát, rég rendőrködtünk! Itt vagyunk! Helyben vagyunk! Micsoda? Lehet mindenre lesz idő. Ödvözlőnök. Biztonságban nem tudom, mire számítunk. Van akkor fegyveresek, vagy most? Gondolom, hogy indi azt, hogy nem mentek, és kamera. De akkor a központ nem kapott jelzést, igaz? Hogy? Hát elvileg nem. Vagy is hát valami volt, de nem tudom, ez egy külföldi híre. Aztán! Ó, azt a... Jaj. Szerintem igen, ez egy fegyveresen bele. Hogy látom, pont kettőt úszuk minimum. Na, csehát, itt vagyunk. Igen. Budapest ott a vihar? Hát figyelj, akkor gondolom, hogy simán túlsztál egy írás ezt eleinte. Itt szerintem megállhatunk, hogy ebben nem lesz semmi baj. Tartjuk el inkább az írást. Faterék azok. Török az ég, már Niki is írja. Bírja ki a stream addig. Ott fönt is van egy. Főnök, tárgyaljak? Először rákérdezek, hogy most mi a koncepció. Aha. Ja tényleg, fönt is Google egy. Ott, ja, ott van fönt egy. Pökkésztök ki. Azt hiszi, hogy nem látunk, de az üvegem. A kis utcát, hogy elbújt. Jó, elbújt. Itt nem lehet addig hudon lefegyverezni, de még túlszuk van, tudod? Főnök, lehet, hogy a fönti elkövetőt le kéne fegyverezni, és egy túlsz rögtön kapnánk érte. Csak majd oda, hogy megyünk? Na, hol van itt főjáró, tényleg? Itt balra, ezt talán felfigyelzik az út, csak hát... Ki tudja, hogy hányan vannak fenn? Hát, ja, lehetnek többen is. Három rendőr. Nem, jó, válaszolnak. Most... Tárgyalni szeretnének.
Jó, Tímán akkor szeretnél tárgyalni? Jó, megyek, nyomom. Jó, ragd le a vélest, illetve a lőszert, levegyék tőled. Kesztyűtartóban, az a legegyszerűbb. Sokkoló gumibot maradt a szemveszéket. Jó, látom, hogy ki van lőve a kereke a készítőnek, vagy felső valami? Jobb hátsó kerék, mert nézed, egy kicsit tapod. Igen, 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 én is azt most észrevettem. Na, felni lő. Nem tudok kiszállni valamilyen. Ajjaj, az öve az? Ki van kapcsolva, ki tudsz edni? Nem tudom, de majd megnézik, úgyhogy át tudok a bőzre. Most esetleg. Most hátra másztam és kiszálltam, köszönöm. Jó, megyek. Akkor szerintem indulhat. Sok siker. Mi az a kokkoncsi a zsebedbe? Kocsi, lehet nyitni autókat, Krisz is. Szevasz, Csurni. Szevasz. Te csináljuk, mintha nem találkoztunk volna már. Jó, a bocsánat már. Figyelj már ide. Az a helyzet, hogy itt nagy dolgok vannak. Előbb adtam nektek pénzt, de nem elég? Nem. Csak ne bántsátok ezt a két embert, légy szíves, jó? Mert ha igen. Nem, nem jó ötlet. Csunesz. Te egy jó ember vagy, nem akarod ezt. Engedd el őket és akkor mehettek. Jó? Én látom rajtad, hogy te nem akarod ezt csinálni. Te engem még nem ismersz. Ez fogja a babbelét a dolgunkat. Te engem még nem ismersz. Ez a szerencsét, tudod? Jó. De én ezt nem mondom már mindjárt ezt a két embert. Rendben, azt gondoltam. Csak az a lényeg, hogy maradjanak életben. Hallod? Hát az már csak rajtatok múlik. Rendben, mindent megteszünk. Na. Figyelj én, persze, egy pillanat, jó? Ne haragudjál, csak éppen kapom az információt. Egyet el kéne kapni, chat. Egyet el kéne kapni. Na figyelj én, de... Itt kettő ember üti az egyiket, nem? Kettő ember, az többet ér, mint egy. Ugye? Ez így van, ez így van. Na, akkor elengedem ezt a két túlsz. Igen. De cserébe jössz velünk. És nincsen választási lehetőséged. Megértetted? Rendben van, csak ezt lerádiózom, jó? De miért? Lerádiózhatom! Jó, azt rádiózod be, megértetted, hogy... Oké, jó. Van, akkor más infót kaptam. Add ide szépen nagyon gyorsan a rádiódat. Rendben, átnyújtom. Rendben van. Köszönöm. És most, mint hogyha mi se történt volna, beszállsz a Lambóba, anyósülésre, és elmegyünk. Két húsz meg elmegy. Rendben van. De először engedjétek el, légy szóval, és a túlszakot. Jó, oké. És na gyerünk, szálljál be, légy szíve. Nagyon szuperek vagyunk. Jobb, Bori! Mi vagy? Gyere, szállja, Barbie! Nos, kedves Mihály, ugye? Igen, Csunesz. Miért Csunesz? Miért azt a becenevet kaptam sokkal? Nem, te milyen csunikorn is fejed van. Értem, ez mindent, az jönnek utána. Itt a rendőrség! Álljon fél a járművel azonnal! Az bezavartám! Gyere, Übrig, gyere! Gyere, Übrig! Hát persze, hát elraboltál, normális vagy! Te egy jó ember vagy! Te egy jó ember vagy! Hát én az vagyok. Korom, mit nem sokra megyek. Hát... Na, de végre! Nem, az Forcerpi, Krisz. Az Forcerpi, a későn az... Érti? Értem. Ez Csunesztól függne, hogy ő belemegye, de ez nagyon forsz, értem. Hát engem nagyon mod. Meg hogy ráncsa meg a kormány. Az nagyon forsz. Fejedek! Se
segítség! Milyen fűnök, milyen fűnök, én vagyok a fűnök, nem senki más. Valami vesz, gyere, Übrig! Übrig jó vagy. Na van egy kis íz vagy. Ez az, Übrig, de jó vagy! De jó vagy, Übrig! Minden rendben, uraim! Ezzel nem megyünk tovább. Ezzel nem. Brent, nagyon fáj a fejem. Itt a vége, csudesz! Nincs vége! Te vége vagy, mert azt mondtam, szálljon ki feltett kezekkel! Szép volt, főnök! Most azonnal feltett kezekkel, szálljon ki a gépjárműtől. Ajjaj, az probléma. Nem probléma, ki kéne szállni. Jó, rendben van, rendben van. Kiveszem a fegyveremet. Jaj, vigyázz! Chat, ez szép volt. Ez szép volt. Szép volt, főnök. Szép volt, kollega. Nagyon jók vagytok. Jól van, Mihály? Igen, jól vagyok, köszönöm, nem bántottak. Beltünk, beltünk, fedezzük. Ezt vigyük be és tegyük be a rács mögé! Nem én voltam. Te voltál! Jaj! Bakker! Beülök anyósra. Csert, ez az. Köszönöm szépen. Ez az! Elkaptuk, csudesz, már kapom az SMS. Tudod be válni, te vagy vele hátul. Még lesz szállítás, ott elkaphattak minket. Jó volt, kapcsoljuk már, jó napot. Hát nem, nem. Ez szép volt, főnök. Az övét, az bekapcsolta valaki? Ez szép volt, nagyon. Minden jó, az úrhoz. Ez az. Ez még jó RP, nem? Köszönöm szépen. Jó estét, Krisz, cső. Ez hatalmas hiba volt, hogy én ezt megtettem. Most rács mögé kerülsz, élet fogy Tiglarra! De nem én voltam! Mit nem? Te terabultál, te a hasamhoz szorítottad a fegyvert! De engem csak... Mondom, hogy engem izé... Nekem ezt adták ki utasításba. Nem baj, maga viszi el a balhét. Még én viszem el. Mindenki helyett maga bűnődik meg. Most mondjuk a vezető viszel minden. Mert na, te vagy a főnök, azt mondta, tényleg! Ki a főnök? Tényleg! Hát ott a kocsiban, de már nem én vagyok a főnök, szóval. Most a vezető viszel minden balhét. Köszönöm, mert magát köthetünk is, vádalkút, engem... Köthetünk vádalkút. Hát ő ezt... Emberekkel kell megbeszélni. Ide jövök az úrhoz, kikapcsolom a biztonsági jövőt. Ez köszönöm az! Köszönöm szépen! Figyelj, na már kapom. Na jó, ha a jogait akkor szépen tisztázzuk, valaki sorolja fel neki. Bálint, vádalod? Aha, én tudom a jogaimat, hogy engedheti a pénzt, hagytad el, hogy ez az igazi szelátbeló fiam. Az egyszer úgy csak csali volt, de te tudod, mert mondtam neked, de elégszer nagyon ügyes voltál. Persze! Persze! Még ő mondja, hogy ez volt a terv! Hogy ő volt a csali? Ja, mondjuk simán elvitték a pénzszállítót, tényleg. De amúgy tényleg simán elvitték. Igazából én azt tudom, hogy ez... Elvisszük börtönbe. Szia Bogi, persze, persze, holnap lesz házfelújításos videó. Az lehet, hogy valamit találok az ember. Hát csat, rendőr RP van, most kihallgatás lesz. Meg ilyen. Ilyen vizes, nem ilyen. És akkor most kapok a valószerből, akkor mi a helyzet? Azt nem tudom, hogy hogy került oda. Azt nem, az nem. Teljes mértékben hülyének néz engem, ugye? Hát...
őszintén? Szeretnénk visszakapni. Igen. A szeretett pacikájuk. Na jó, nem. De. Szeretett pacikájuk börtönbüntetés lesz. Annyi, hogy majd a maszkot kérem vegye le mindenki. Gondoltam, hogy az az első. Éreztem. Nem érünk-e börtön, még lehet amúgy. Valahogy lehet, hogy helikopterre kéne kivinni, nem? Jó van. Nem akarok kötekedni, mert haladjunk is. Jó, na tessék. Csodálatos, jó. Visszavehetem, mert így nagyon sok a fény. Ekkó! Jó, vegye vissza akkor, jó? Csak akkor egyszer fogom megkérni, hogy vegye le, az pedig a fotózásnál lesz. Addig nyugodtan vegye vissza. Nekem azt mondja, teljesen mindegy. Jó, a két kezét kérem, vegye fel. Én felrakom. Fel, le. Na, akkor az úrnak egy illetve hozzá lőszereket. Az nem én voltam. Hoppá, lőszerek. Mit tudunk akkor? Az becsempészik a retikülönbe. Szóval akkor nem is üdőpisztoly, hanem ez egy csempészáró. Ez nem én voltam, de csempészik. Tudja, ahogy jöttem át a határon, valami idegen férfi megállított, azt mondta, hogy jó lesz minden, és azóta érzem, hogy kicsit nehéz a táskám, de azóta nem jutott rá időm. Megnézem, hogy mit rakott bele, azt hittem, hogy valami blokktégla vagy valami. Jaj, jó, letelti a kezét. Valaki szeretné esetleg a kihallgatást végezni? Én azt szeretném, hogy az úriember. Rendben, én kihallgatlak. Jó, akkor élhettek a jogommal? Persze, milyen jogával szeretné élni? A telefonbetyákban. Rendben. Akkor kap egy telefont, és akkor... Volt az a telefonja. Ja, van nála? Akkor egy perces telefonhívást. Háromról volt szó. Három perc? Rendben, akkor három perc. Akkor hívhatom? Persze. Rendben, köszönöm szépen. Hajjaj. Három perc cset, figyeljük. Felveszi. Vannak a túlszak. Igen, azt hiszem. Vannak túlszak. Szia! Figyelj már! Túlszaik vannak. Van egy kis baj. Megint túlsztárgyalás lesz. Na, vannak túlszaik. Ahogy a rendőrkapitányságon, és az a baj, hogy lehet, hogy elkaptak. És... Nem tudjuk vinni, vannak túlszaik. Meg tudjuk beszélni esetleg valahogy? Intéztek esetleg valamit? Vagy megoldjam? Vagy mi legyen? Jó. Éltem a jogommal, hogy telefonálhassak. Nem vagyok én hülye csikó. Három percem van, szia, hello. Na, figyeljen, drága Mihály. Igen. Itt azt mondták, hogy valami csekket fognak befizetni, hogy ne kapcsolják ki az áramot, meg engem se csukjanak le. Várjon egy pillanatot, mert még lehet, hogy túlszokat ejtettek, hogy önt kiszabadítsák, úgyhogy most erre a válaszra várunk. Jó, és közben kártyázunk, vagy... Nem, viszont a telefonját rakja le ide az asztalra. Na jó, van, lerakul ide az asztalra, így, né? Oda csúszhatom a lámpa mellé. Rendben. Hoppa, egy kicsit lecsúszott rá, mi baj? Ott rohadat? Megkérdeztem, hogy milyen arceszet használ, mert még mindig érződik az illata. Nem kérdeztem. Ja, jó, bocsánat. Most már nem vagyunk barátok, tudod? Ó. Lehúztatok, átvertetek és meg el is raboltatok. Rendben. Ezt nem kell többen számba mondani, mert én benne sem voltam az egészben. Csak az utóbbiba lehet, de csak lehet, nem biztos. Kolléga, el kell mennem rádióért, addig vigyázz rá, legyen szíves. Persze. Nem. Rádióért. Rádióra főkébe, nem csak nincs rádiómja. Valaki hív. Riva! Figyeld a forma szervert, a legnagyobb formákat találod itt meg egy... Igen? Halló, fiam! Halló, mi újság? Mi a helyzet? Lefogjuk Rács, meg így juttatjuk a csuneszt. Jó? És akkor majd gondolkodhat, hogy igen. Miért kell rossz fiúskodni. Majd gondolkodhat a cellába. Igen, így megy a dolog. Igen. Figyelj, mesélek valamit. Emlékszel arra, amikor a katonákkal jelentkeztem ott nálad? Igen, tisztán. Akkor rendőrségen, emlékszel? Igen. Igen. Tudod, mi történt a hangárban, amikor robbantak az autók? Na mi?
Hát olyan dolog, amit meg nem fogsz örülni. Mondjad. Az idő alatt a fegyverek tárkákba lettek pakolva és kilettek dobálva hátra. Tudtam. Szerinted miért egyedül csináltam mindent? Tudtam. Aljas vagy. Akkor nem tudtál semmit. Életfogytiglant fogunk ráverni erre a unicornisra. Hát majd meglátjuk. És az összes többi emberedre. Az összes többi emberedre. Fiam, de elmondtad már a főnöködnek, hogy nekem dolgozol? Nem dolgozom neked. Ez most ott van melletted? Most ott van melletted, gondolom. Nincs itt mellettem. Nincs melletted? Nincs. Akkor miért beszélsz így velem? Hát emlékszel, hogy mondtam, hogy ma emlékszel rá szerintem, hogy mondtam, hogy unicorn is majd lesz a mészállítónál az elterelés. Nem baj. Őt életfogytiglanra fogjuk most becsukni. Megérdemli. Bűnhődjön a férgefe! Jó van, fiam. És a következő... Majd meglátjuk. A következő a... Már jó lesz. Hú, csak ez durva. Kíváncsi, hogy mi lesz ebből. Ki hívott ennyiszer? A rádióra fel kell mennem. Elveszem a telefonomat, de és akkor megnézem itt a Twitter. Aha, és akkor elmegyek a főn, szeretnénk visszakapni egy szeretett paszikánkat, persze, nem látták? De láttuk. Ja, akkor jó van. Akkor mi erre írtunk is választ, nem kaptunk mi ellen válaszolva, sajnáljuk. A pacika most kicsit itt marad. Így van. Na jó, van, visszarakom. Na jó, viszont akkor a telefont azt el kéne rakja vissza, jó? Visszaraktam. De ne adja ide nekem. Így, menjünk vissza más sorokba. Nagyon jó. Tomás Szűk vagyok, és rendőr kapja előkeresre elkülönkös a kiadatok olyan miatt elbeszélgetésre. Tomás Szűk. Ott van, ott lámpán. Ja, lapját elutasították Tomás Szűknek. Ott van a már fölmentem az egyes frekire, három rendőr van csak. Ja, látom, jó, napni. Na szuper. Akkor ti már folytathatja nyugodtan. Rendben van. Jó, amíg nem kapunk helyzetet a túszokról, addig megkezdődik a kihallgatás. Jókat ismertették magával. Szeretném, hogyha beismerő vallomást tenne, és akkor haladnánk. Beismerem, hogy nem én voltam. Rendben van. Főnök, azt tudni kell, hogy amikor oda mentem tárgyalni, ő fogadott engem. Azt mondta, hogy az lesz, amit ő mond. Két túszért cserébe azt kérték, hogy adjam át a rádiót, beszállok az autóba és elmegyek velük. Úgyhogy ez egy rendőrrablás rögtön, és a hasamhoz pisztolyt szegezett. Ezt az információt kaptam, hogy most azonnal csináljam ezt. Így van, az igazat mond az elkövető abban főnök, hogy rádión utasították, hallottam a rádiót. Folyamatosan a rádió kapta az utasításokat, szóval parancsot követett. Jó. Ez talán lehet egy enyhítő körülmény, hogy nem ő. De nem vagyok csücska gyerek. Ja, bocsánat. Hát de mi valakinek a csücskája vagy mégis? Hát nem. Ki volt az, aki adta az utasítást? Mondja el. Jó volt az. Ki, hát nagyon ki volt. Adta? Na ki adta azt a parancsot magának? Hát azt nem adta ki. Hát páran, egy ismerősöm adta. Ő hol tartózkodott? Mert egyik se rádiózott ott a környéken. Hol tartózkodott? Hát, jó, én nem láttam, maga nem látta, akkor honnan tudja? Nem tudom én honnan. Biztos, hogy jó. Figyelj, ha nem dobja föl, akkor magát fogjuk becsukni. Ez a vádalkú ezt képezi, ha elmondja, akkor szabadon távozhat. Elmondom. De az a baj, a Isten az atyám, hogy tényleg nem tudom, hogy ki adta, mert jelen pillanatban másnapos vagyok, úgy elég rendesen. Értem. Rendben, akkor a többi csapattársáról, akik hasonló ruhában voltak, bármilyen információt elfogadunk. Szia, Edwin. Hát de nem tudok semmit nagyon, mert látott mindent. Jó, rendben van. Retikülöm itt van. Jó, akkor valószínűleg nem fog mondani semmit, akkor életfogytiglan börtönbüntetésre fogjuk most ítélni. Hogy mi soda? Rendőr elrablásért, közszemély elleni erőszakért. Felmegyek a rádióra. Rendben. Ha nem segít nekünk, életfogytiglan börtönbüntetésre fogjuk ítélni.
Az ügyészségre, az ügyészségnek továbbítjuk a levelet, és biztos vagyok benne, hogy el fogják fogadni. Ha nem segíti a munkánkat, akkor ez vár önre. Ezt mondtam az előbb a faternak is. Hiába a faterom, az emberét börtönbe fogjuk juttatni. Hát ez esélytelen. Miért? Az a baj, hogy ezt én itt, hogy is mondjam. Lehet nem járna jól az úr, ha én mindent kiterigetnék. Nincs senki arra. Uram, akkor mondom, nem baj, ha nem mond semmit, de akkor önnek kell elvinnie a balhét. Ajajaj. Ha nem segíti a rendvédelem munkát, ezt hívják, nagyon jól tudja, vádalkunak. Ha nem segít a nyomozásban, hogy a többi elkövetőt is elkapjuk, akkor önnek kell leülnie az életfogytiglan börtönbüntetét. Ami alsó hangon 25 év. 25 év? Addigra megőszülök, meg kijön hát a harmadik bajszomék. Igen. Ajajaj. Mihály összedolgozik a kínaival, miről beszél? Ajajajajajaj. Mihály. Igen? Igen. Most de, nincs fent senki. Amit kiírtak ugye. Nem tudom, láttad a Twitteren a kiírást. Igen, hogy Mihály hogy összedolgozik. 7001-nél, nem, azt nem van szarva. 7001-nél vannak a túszok. Igen. Csak úgy 99.9-en. Valami tárgyalói rádió fent. Ezt fent vagyok és nem baszott senki. Rádió szóval. Szóval akkor olyan, mint mintha nem is lennének túlszok, igaz? Csináljuk azt, hogy a urat zárjuk be egyes cellába. Igen. Mi helikopterre elmegyünk arra és szétnézünk nagyon hárma, jó? Nagyon jó. Csak jó. Megnézzük. Jó, akkor előzetes hát, letartóztatásba fogjuk most helyezni, kedves uram. De elnézés, hogy ott vannak a túlszok és engem nem látnak. Hát először meggyőződünk, hogy ott vannak, hát visszajövünk magáig, csak először meggyőződünk, hogy de ott vannak. De az kétszer fordulás, az nem baj, jöjjön. Én megyek, hova? Menjen. Mutassa már meg Mihály, hogy hol merre hány. Bocsánat, kollégám is. Csert. Hát uram, menjen. Most aztán aha. Nagyon rendőr. Jöjjön. Nyugalom. Jöjjön. Mihály, esetleg... Igen, jó, meg igen. Meg tudnál mutatni, hogy hol van a WC? Persze, itt a cellában. A cellában van? Persze. Fáradjon be. Ne ide az egyesbe, mert ez itt egyesbe. Túl komfortos. Menjen az egyesbe. Ez túl komfortos. Menjen már be! Ez itt túl nem jó. Menjen már be! Ez pont jó. Jó. Oké, okay, visszajövünk magáért. Jöjjön ide Mihály, jöjjön csak ide Mihály. Nem jövök. Na mondjuk. Jöjjön csak így ide. Már nem tetszik? Így már nem tetszik? Hát... Négy szem közt tudunk beszélni, jó napot! Kollega, nyugodtan hagyjon magunkra, nem fog bántani, köszönöm. De mondja, Csunes. Ugye, igen. Apáddal ezt a biznisz nagyon szeretnéd, hogy megmaradjon. Tudod, mit mondott köztünk? Apám, hogy te csak egy csali voltál, és nem érdekel, dehogy hogy is. Mi lesz veled. Te, ezt mondta telefonban. Dehogy is. Az előbb főhívott. Hazudi. Hogy elvigyétek a pénzt, hogy te csak egy csali voltál. Úgyhogy nyugodtan lecsukhatunk. És az téged nem zavarna, hogyha kikerülne úgy minden, amit tudok itt a rendőrkapitányságon, amit tudok rólad. Nem zavarna, nyugodtan. Nem zavarna. A főnök mindent tud. Be van avatva. Mindent tud is. Így van. Szerinted miért csinálom ezeket, hogy közelebb férkőzzek hozzátok? Ennyi. Én nyertem. 1-0. Aha. Egyszer még kijutok, Mihály, neked vége? Nagyon jó ez a csuni. Nagyon jó. Nagyon jó! Jó, akkor hova vigyük a unikornisotakat? Megvan, csak mert ki fog jutni. Jó. Egyes Istenem. Nézu főnök, megvannak? Hát most változás van, mert mégsem 7001-nél vannak, mindjárt kitalálják, hogy hol vannak. Na, de legalább van egy jó fogásunk, ez szép volt. Kinézzünk oda, hogy mizu van, az a baj, hogy 4 darab túszuk van. Ugye az unikorn is jött cserébe. Pontosabban ebből kettőt adnak az unikorn is ilyen, másik kettő pedig majd valami szarság. Úgyhogy szerintem az nem? Jelentek, miután, hogy... Meg van átkozva Mihály! Itt vagyok rá, jó, tessék! Akkor a 7001. Jól van, mennyi idő alatt értek oda? Jól van, ott lesz, ott tanálkodik a benzinkútnál, jó lesz? Az van ott ugye. Csodálatos. Ugye van 4 darab kúszok,
Ebből kettőt túlszadnának az unikorn is, egy másik kettőért pedig adnának, vagy kérnének valami fasságot, gondolom, benzinpér, stb. Amire én gondoltam azt, ugye, mivel nem tudom, hogy azért egy civil életre csak úgy elmenjem, mert így nem börtönbe zárjuk a unikorn is, hanem rábaszunk csekket. Jó. Mondjuk egy ilyen 1,5 millió, 2 millió az érezzel a törődés. Nagyon jó, nagyon jó. És úgy csekkezve minden, ez úgy kivihetjük neki. Ja, jó. Ez lesz. Jó, királyfőnök, jó ötlet. Jó, amit csinálunk akkor ti, mert te osztottál már csekket, gondolom. Még nem, főnök. Még nem. Még nem, nem is szeretek csekket osztani, főnök. Na, hogy itt az ideje. Igen. A lapokat tudod, nagyjából, hogy semmit kell? Semmit nem tudok. Jó, akkor gondolsz, hogy a Ferenc 7-es menüre. Igen. Ugye van ez a Create Innovice. Igen. Középen. És akkor ugye ott van a jobb alatt az a pure használat. Ja, itt vagy, miért adok, igen. Ja, igen, és akkor itt kiválasztod, ugye, amit most veled csináltak, ugye, maximum 3 csekket adunk. Ugye ez fontos. Jó. Szóval ugye veled csináltak egy olyat, hogy, hogy engedély nélküli időfegyver birtoklás, ugye az 300 ezer. Volt egy... pillanat, mindjárt megkeresjük. Az igen. Mi volt még? Fegyveres rablás. Fegyveres rablás, igen. 500 ezer. Meg túlszejtés. Illetve egy túlszejtés, még egy 500 ezer. Ezt a 3-at így rádobod. Oké is? Rendben, és a nót micsodába a számát írjam be az úrnak? Vagy hogy? Vagy az milyen rublika ott? Oda igazából nem is kell írnod. Rögtön neki adja? Nem, igen, hanem igen, most próbáld ki. Tehát hogy mondjuk valamit csak úgy nyomjál rá, hogy create, csak ott kiadja neked azt, hogy ugye, hogy a közelben lévő emberek látod. Ja, nagyon jó. Jó, rendben. Nyom, gondol, az kip, és akkor visszamész. Jó. Csak ennyi. És jó. Ugye ott rendben. Nóthoz nem kell semmit írni. Jó, rendben, főnök, meg lesz, oké. Okay. Jó, ezt a 3-at adod neki gyorsan, mi megnézzük, hogy van-e tényleg túlszuk, és akkor hozz ki vezetőre. Oké? Jó, rendben. Vezetőszára. Rendben. Chat, ez jó, 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 jó. Megbírságoljuk, kap egy 1,5 milliót. Vagy egy 1,3-at, ugye? Jó, hogy elkaptuk. 3 csekket adhatok neki. Itt van, Csunesz? Persze. Jó, jó, álljon fel, legyen szüves, mindjárt megnézem. Csekkeket fog kapni, és ki fogják magát szabadítani. Ne idegeljen már csekkeket. Így van, jöjjön ide, és akkor megírom a csekkeket. Ne idegeljen már csekket. De ne 6 milliárdot. Kap egyet túlszejtésért. Azt számoljuk már, hogy ez mennyi csók. 500 ezer. Mennyi? Fegyveres rablás 500 ezer. Mennyi? És egy engedély nélkül lőfegyver birtoklás 300 ezer. Jó, kiengedem, rákötöm a vezetőszára, és felmegyünk a tetőre. Tetőre? Így van. Jöjjön. Mi, ugrunk? Vagy micsoda? Jöjjön, rákötöm a vezetőszára, jöjjön. Megyek én magamtól is, nyugodjon már meg. Jó. Menjen előttem, főfele. Jó, azt tudom, erre kell, de jó. Föl, tetőre. Erre? Vagy arra? Erre, jó, rendben. Csekkeket 3 napon belül fizesse be, ha nem, akkor terhelik a számláját. Jön a nap. Így van. Ajaj. Maga nagyon búskomor lett. De hát azért, mert csinálom a melómat, tudja? Eddig azt hitte, hogy én ilyen jó pofa vagyok, tényleg? Hát, aha. Tudja az elkövető. Sok lépcső van még? Ezt érdemlik. Mi ez a tár? De én nem vagyok elkövető. Nem, hát, csak bűntárs, meg minden. Örüljön, hogy ennyivel megúszta. Ha nem lennének ilyen barátaim, már cellába rohadna. Hát már rohadtam, már kezdődött.
Ja, igaz. Kinyitom. Hát ugye a rozsdásodás az egy rohadás másféle. Az egy lassú égés, ugye? Így van. Tehát fönt vagyunk a tetőn, megvannak a csekkek. Mindjárt. Egy pillanat. Még nem gondoltad meg magad? Nem dobott fel a többieket? Hát, gondolkoztam rajta, de az olyan, mint hogy te átpártolj a másik oldalra. Ja, igaz, 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 igaz. Érted? Értem, gondolom ezt nem talán... fogod annyiba hagyni. Hehehe, de. Mondom, Faterról ezt beszéld meg, mert ő azt mondta, hogy te csak egy csali voltál. Ki használ téged, látod? Ki használ? Fater az ilyen, mindenkit kihasznál. Ugye és csak. Hogyha ennyire át akarsz társítani a másik oldalra, nem fog sikerülni. Nem akarlak, csak ne higgy a Faternak, ennyi. Meg a Jézusnak, na annak meg pláne ne. Hazug. Hazug, mint az általános papírja van róla, hogy dilós. Ajajaj. Várunk egy kicsit, meggyőződnek a kollégák arról, hogy hol lesz a túlcsere, és akkor viszünk, jó? Jó, rendben van, rendben van. Jaj, és a színarany egyébként? Ez vagy színarany, van a színezben? Színarany. Azt mondani. Húúú. De szép. Örülj, hogy nem kell használnom ellened. Hát én örülök. Drága. De abban a szemükben látsz is egyébként, vagy csak kandzsa? Látok. Meg a stílus miatt vettem fő. Stílus. Olyat ismersz? Igen. Ja? Én, mert te vagy a stílusrendőrség, vagy mi? Nem. Én mindig vagyok. Igen, impreza, igen. Jön is a helikopter, hallom. Én, de jó füled van. Ez rendőrségi? Yes. Ajjaj. Én, és most oda kell beszállnom. Így van, hát ha... Mi? Micsoda? Azt, már megijedtem, hogy a Fater az, ilyen Fater feje volt a főnöknek. Mihály illegális dolgokat tart a házában. Mihály, változott a terv. Igen? Nem nagyon akarnak tárgyalni, velem a túlszárnyalók. Hát akkor vigyük el helikopterbe ezt életfogytiglan. Nem, arra gondoltam, megpróbálkozom szóval kialkudni ma azért ezt a... Most már 5 darab túlszuk, azt nem kéne ugye, hogy a életük ne legyen. Csináljuk azt, hogy te, Bálint, meg ugye a Ó, egy kocsi volt, valahol megálltok a biztonságos helyen, nagyjából a közelbe, jó? Én helikopterre ott leszek felettük, és megpróbálok ők tárgyalni, szót keríteni. Jó, ez hol van? Helyileg? 7000-re egy, igen, egy pillanatot szeretnék kérni. És az lesz a terv, hogy ha hallotok egy lövést, akkor rögtön jöttök vissza kapitányságra, mert akkor a ló élet folytok innenra. Jó. Hogyha pedig berádiózom a nektek, hogy hozzátok ugye, akkor pedig sikerül a tárgyalás, és akkor tudunk megegyezni. Rendben, rendben. Oké, okay, akkor megyünk az autóért. Jó, okay. Rendben. Hozza kollega halló, legyen. Halló, halló, jó napot. Rendben, rárakom vezetni a szállat. Nem kell, hagyom már. Nem kell bírviselkedni. Még. Akarom mondani, persze, tudom. Na, ne roncsd a helyzetet. Nem, én csak javítom, javítom. Viszont itt a kollégájával gondolkoztunk a nevén. Igen. Ugye Mihály, ugye? Igen. Hogyha nem mi, akkor te. Igen. Ha nem te, akkor én. Akkor igen. Az én háj, akkor én hájas vagyok. Nem, csak nem, egy... nem egyszerű eset. Hogy hívják magát? Csuni. A normális nevét kérdeztem. Csuni. A normális nevét tudja, úgyhogy le tudjuk kérdezni rögtön. Esküszöm. Csuni Kornis. Ez? Rohadjak meg, ha nem igaz. De hogy tényleg ez a neve? Halljon meg a lovom, hogyha nem igaz. Kérdezzél-e bátran? Jön kollega. Én egy vezetek? Pillanat, csak valamiért most nagyon rossz az állam, és nem látom a lépcsőt. Szálljon be hátra. Melyikre? Ide vagy? Oda. Amaklatóba. Ne! Bocsánat. Hova? Elnézés! Most. Csak olyan kényelmes nekünk, tudta? 7001, ugye? Ezt mondta. Hát persze, hogy ott. Ott hát. És akkor most kettő misit rám vágott, Mihály? 1,3-at csak. 1,3-at.
Jó, meg kell csinálnom ezt az autót, mert látom, kell olajat töltenem bele, úgyhogy kis türelmet kérek. Kiszálljak, kiszálljak. Nem kell, csak felnyitom a motorháztetőt, megnézem az olajszintet. Aha, aha, fogytam benne az olaj. Jó, akkor töltök is egy kicsit. Jó. Nos. Egyébként az autók, tudja, hogy milyenek? Olyanok, mint az alkoholisták, csak ezek olajjal. Ha nincs benne megfelelő, akkor nem igazán viselkedik jó. Köszönjük be magukat. Értem. Nem jó hasonló? De nagyon. De a főnök hogy fogja tudni, hogy a... Ja. Hogy a mi melyik rádión... Nem tud két rádió lenni. Elnézés. Oké. Aha. Micsoda. Hoppá, hoppá. Elég furcsa volt. Az. Nem baj, hagyj ő keresztük utánunk. Vigyázzon, jó. Az igen. Ez igen. Ez az igen. Komolyan. Megperdőtünk. Jézusom, jól vannak? Jó vagyunk, de ki ez a motoros már? Itten. Mi ez a pénzszállító? Megnézhetjük, mi van benne. Milyen pénzszállító? Hát ott a garázs előtt. Melyik garázs? Belekukol. Igen, hát a maga garázs előtt. Ez mi ja, volt, uraim? Ott már üres. Hát maga jött utánunk gyorsan. Mindjárt hát belekukol. Álltam meg a piros lámpánál. Maga meg belénk jött. Piros volt a lámpa. Hát igen. Úgyhogy vigyázzanak magukra. Most dolgunk van, úgyhogy egy figyelmeztetésre elmehetnek. Ez lát. Milyen dolgok van? Halló? Következőnek igazoltathatok, ha még itt veszek az autóba? Most olyan kényelmes mondjuk. Maga a szappané fog lehajulni nem sokára, nem igazoltam. Á, maga ilyen felbehajlamú, bocsánat. Nem, magán látom. Na. Látom a fülét. Melyiket? Ali most lesz, itt vagy több rádió? Igen, jó, hogy nem azt mondtam, hogy fogom. Na, kialakultam azt, hogy mind a hét fér, akkor a unicorn is ide odaadjuk neki. A következő lesz ez a terv, a vezékút bejárónál szemben megállt valahol a Y jelzést, hogy látszódjon a kocsikok, hogy titeket lássanak. És akkor, ha elengedték a 7 darab túrt, akkor mi is elengedjük a minikorcsokat, jó? Egyszer lesz a az a lényeg, hogy kellő távolságban látok, hogy elálljátok meg, jó? Igen, ki fog szabadulni. Hogyha látok fog ezt a fegyvert, akkor átjátok menetlődni. Hát nagyon kényelmes ez a jármű. Ja, most hol is álljunk, vagy miért vagyok egyébként? A 7001 még mindig főnök? Igen, 7001, ugye itt a sarkon van egy benzin. Igen. Ott jöttök, igen, és a bejáratnál az útnak a jobb oldalán álljatok meg. Itt vagyunk, a 7003-as. Jó, menjetek, forduljatok el jobbra, és ott a sarkon álljatok meg. Ott úgy, tökéletes. Mondjuk szerintem a kamionban pont nem látszik ez a probléma, kicsit tolas hátra nyugodtan. Toros, mit akar tőletek? Nem tudom, elbűrjük. Uram, kicsit fosok, mi ez a helikopter? Uram, hagyj el a területet, mert itt túlszere fog megtörténni. Erígy már minden. Jó, szuper, megyek vissza tárgyalni. Így kell, Mihály látja? Rendben. Így kell velük viselkedni. Erígy innen, aztán is megy. Ki fogják szabadítani magát. Én annak nagyon örülök. De úgyhogy nem kell a börtönbe végeznie. Ez az. Aj, Mihály. Még nem találkozunk, még úgy maga. Érzem. Ha. De legközelebb Rács mögött végzi. Persze már. A barátaival együtt. Nagyon fordítva legyen. Én Rács mögött, persze. Hát, akár előtte is lehet, engem nem érdekel. A mögött leszek én maga előtt, és akkor lőnünk mindig, mit szó hozzá. Nem lenne jó. Nem, de miért nem fognak fegyvert a helikopterre a barátai? Ez nagyon nem tetszik nekem. Félnek. Menjen oda, Mihály. Nem megyek oda. Igen, de többen is. Az autóban szálljon ki az unikorn is, hogy lássák, hát, hogy tényleg az autóban. Okay. Szálljál ki az autóban, meg tartjátok rá a fegyvered a legyen. Szálljál ki. Rendben van. Maradjál nyugtok. Csak hogy lássanak. Vigyetek be a kocsiba, és autóban tartjátok rá a fegyvert. Jó, te maradsz kint, és rád tartsuk a fegyvert, jó? Az autóból. Átmegyek vissza a tárgyalásra. Te maradjál ott, hogy lássák, hogy itt vagy. Jó.
Hello! Ne, ez még jó RP lett így a végére, csak nem? Ide akar jönni valaki. Ne, nem jöhet ide. Vagy nem tudom, de integet. Dir lövés volt. Jó, szállj vissza az autóba. Ajaj. Ez volt az a lövés, nem? Kollega. Szerintem igen, azt mondta a főnök, hogy a lövés hallunk, akkor megyünk. Így van, és akkor megyünk vissza. De lehet, hogy valami más volt. Hát nem baj, mi azt megcsúszott az... hogy... Csak, nem, ezt kaptuk, hogy akkor életfogytiglan. Így van, akkor az, ha lövés van, akkor... Így van. Ne idegeljenek már. Nem, a lövés az véletlen volt, gyertek. Ja, jó. Véletlen volt. Mondtam, hogy megcsúszott a zsírus ujja, ahogy ravaszom meg, bocsánat, nem? Ugyan, a sarokra ugye jártak is, hogy a unikor is ott rendben van. Jó, megint kiszállsz az autó mellé, jó? Már lassan ott fogok megöregedni. Én most megvárom, hogy ez a némi elmenje, mert nem igazán szokott. De itt maradtál. Akkor gyere, mi... Fordulja meg kétszer, nyugodtan. Szálljon ki. De viszont, hogyha... Valamit elküldjük le. Fegyvert tartok rád. Jó. Maradj ott az autó előtt. A baj a lövedezés lesz, ők nyernek úgyis. Egy párat ki kéne lőni amúgy. Igen. Akkor... Na, srácok, küldjük akkor az unikorn is ide, elment 4-re a pont. Engedjük oda? Aha, jó, engedjétek, hagyj jöjjön. Hát mehetsz. Hát de jöjjön maga itt. Nem megyünk, mehetsz a barátaidhoz. Megy. Elindult. Francesen bele, legközelebb le kell csukni. Hát igen, én is abban ürültem volna neki. Vissza kapitánysel akkor. Ez mi a lövés? Ez itt sok lövés volt. Igen, itt lőttek. Nem tudom. Látok, itt vagytok? Igen. Igen, itt vagyunk. Jó, húzok itt a kapitánysággal. Valakik jönnek. Jó napot. Sokan vannak, hagyjuk őket. Se, menj, szálljanak be, szálljanak be. Kapcsolják be azokat. Rakjátok ki őket. Ezek vadállatok. Elhiszem. Nem bántották magukat? Nem. Vigyük be őket, főnök, a túlszokat, vagy rakjuk ki? Nem, egy publiknál rakjátok ki őket és kész. Rendben. Egy kocsit áruló. Publiknál ki fogjuk magukat rakni. Köszönjük szépen. Hol kapták el őket? Közvetlen a Beznikút mellett. Köszönöm bele. De ugye nem bántották magukat? Nem. Rá, tényleg igen. Veszélyes bűnöző szabadítottak ki maguk miatt. Az komoly. De nem baj, úgyis el fogjuk kapni őket. Élet, hogy tiglan fognak kapni? Azt akartunk adni neki, igen, úgyhogy most megúszta. Hát tudja, én úgy emlékszem, hogyha valaki rosszakodik, az megy a élet, hogy tiglanra. Hát így van. Csak most az a helyzet, hogy 7 túszuk volt, aztán... Nem csak ott? Uram, egyébként nem arra volt, hogy publikbe megyünk? De, gondoltam, hogy a kaszinó publikba visszamegyünk. Ott is jó. Hát olyan messzire? Ja, hát ha van autó, úgy is jutott benni, nem? Van ilyen nagyon gyors. Na, van egy pár gyors autó, ugye? Na, hát azzal hamar a dolog. Tessék és vigyázzanak magukra. Viszlát. Viszlát. Tudás, akkor menjünk vissza kapitányságra. Na chat, ez egy jó akció volt, nem? Végre RP történt. Ez király volt szerintem. Szép volt, kollega. Hát, köszönjük. Szép volt. Nyitja? Igen. Egyeződhetünk egyébként? Persze. Jó, rendben.
Ez a te kocsi? Nem. Valószínűleg a főnök, én pedig megjavítottam. Menjünk föl. Irodába, főnök? Hát, jó lesz az. Akkor irodába menjünk. Hogy tetszett chat, aki rendőr RP-t akart? Meg van elégedve? Nem, Máté, megyek sétálni. Mit? Iroda. Aztán majd legközelebb megyünk a szigetre. Vasárnap lesz a következő rendőr RP, jó? Holnap Amerika. Holnap államizunk, nemzetizünk. Szerintem itt, itt vagyunk. A sőben? Ja, tényleg lehet esküdösen. Elnéztem a számot. Nagyon szép akció volt. Főnök, ez szép volt, ez tényleg király akció volt. Volt. Ügyesek voltak, de azt képest, hogy hárman vagyunk. Jó, megoldottuk. Tök jól megúsztuk. Hát ez az üldözés, az komoly volt. Ott kettő autó, vagy még jött önök mögött még egy, de az megborult. Igen, láttuk a Mercit, az igen, nem adtak neki. Húzós volt, mert jobbat fékezett a Lambó, mint mi, de összejött. Szerencsére hibázott. Egyébként mi már neked még tartok egy ilyen. Ó, oh, köszönöm szépen. Ez már vagy két havi fizetés. Ha, köszönöm, jó lesz. Eddig bent kaptam volt. 840 ezeres chat. Na a fizut is megkaptuk. Szóval, igen, nagyon szép volt. Így van, királynap volt. Én le is adom szerintem főnök a szolgáltat, és melyek az a pihenni. Jó pihenés, akkor jó, jó pihenés jönnek is. Jó pihenés. Jó éjszakát. Jó pihenést. Ah, ez király volt. Király volt ez a nap. Az állami holnap? Hát meg kiderül. Na most megyünk haza, leadjuk a szolit. Aztán megnézzük az SMS-t. Keresztapa, majd nézd vissza, hallod, mert nagyon király volt. Jaj, a tuningot fizessük ki, így van. Ezt rakjuk fel a számlára. Rakjuk fel a számlára, és akkor a tuningot ki is tudjuk fizetni. Lesz annyi pénzünk. Nagyon jó. Jaj, először itt számlákat fizessük be. Jaj. Köszönöm a moderátorok pályi segítséget, meg volt ma sok subgift. Köszönöm szépen. Nagyon kedvesek vagytok. Jó hét, kollega! Jó hét, jó pénést! Jó. Leadjuk a szolikát. Kis Bálint, törzsőmester, leadja a szolgálatot, további jó munkát. Szolgálása. Na, ez a srác is jó volt amúgy. Jó, megyünk a publikba. Föltesszük a pénzt. Nem, kifizetjük a csekkeket, jó? Jézus kív nem volt, majdnem a háznál. Majdnem volt Jézus kív a háznál. Tomás Vick. Ja, köszönöm. A fáj, főnök válaszol. Kis Rilák fiam, a tied mind illegális szeretetagra, vigyázz, ők is az én embereim. Ma nem jól meg a kártya fiam tanul. Jaj! El fogunk kapni. Ott az ATM? Hol? Itt van bent ATM? Tényleg chat. Beteszem az ATM-be a pénzemet. Chat, de jók vagytok. 840 ezer. Nagyon jó. Számlákat befizetem. Hogy veszélt? Hol van? Aj. Nagyon jó, kifizettem. Üdvözlöm. Üdvözlöm, Tomás Vick. Tiszteletem, Timár. Tiszteletem, hölgyem. Elnézést. A kapitány úrhoz jöttünk igazából. Fent van az irodában, azt hiszem. Most már én már leadtam a szolgálatot, keressék itt az irodán szerintem fönt. Nem tudom, hogy merre van, még ebben az épületben nem jártam. Rendben. Lent várakoztunk még a
régi kapitágon is. Nem tudtam, hogy ide hátulötösnek még igazából. Rendben, pillanat, megkérdezem, kis türelmet kérdezem. Köszönöm szépen, köszönöm. Főnök itt van még? Főnök itt van még? Hát sajnos nem jelentkezik. Milyen ügyben keresik? Ah, jó. Na, főnök itt van, de jó. Én itt vagyok. Jó, önt keresik, jó. Hát... Tessék, szép estét. Hallgatom önöket. Felvételizés szempontjából, kedves Mihály. Mindekettem? Igen, igen. Jó, akkor fáradjunk fel az irodába. Sok szerencsét. Köszönjük. Na, ők jönnének, jó lenne. Köszönöm, főnök. Na, ők jók lennének, ha jönnének, nem? A Vikkék. Emlékeztek a Molnár Jánosra. Igen, a Molnár János. És akkor ő most az én emberem lenne. Fordulna a kocka. Ja, a Molnár Jani. Szegény Übrik már ment volna. Igen, Máté, de akkor se leszek gépnél már. Miki megvágta, remélhetőleg a videót. Amikor fejbe lőttem, emlékeztek? Másik nem Alina volt, nem. 1,130 óta csak, jó. Megszivatjuk Molnár János. Na, de jó volt ez a nap szerintem. Kihoztuk belőle, amit ki lehetett. Remélem élveztétek a mai napot. Még hazaugrunk, jó? Szigetet akkor majd jövő. Vagyis vasárnap a következő részben megnézzük. Ezen hármunk, ezzel haza csattogunk. Haza csattogunk. Ennyi mára, ennyi. Köszönöm a moderátorok türelmét, segítségét. És nem volt laggunk, chat! Nem volt laggunk. Maga normális! Itt az út közepén! Nem dugolt el. Hát olyan kicsit összetört. Nem tudom megírni, Márti, mert holnap egész nap itt lesztek nálam. Csinálják, hol írozzák az autót? Itt háznál. Vagyok egy lájkot, ha tetszett. Aki tag rögtön vissza tudja nézni, aki nyert subgiftet, ő is. Aki nem, ő neki holnap este lesz elérhető a stream. És köszönöm a támogatásokat. Jó, hogy megvettük ezt a kocsit. De azt írta, hogy 100%-os a garázsba az autó, akkor nem értem. Holnap házfelújításos videó, jó? Köszönöm. Bele tudom tenni. Nagyon jó. Holnap 18:30-kor live, a videó nem tudom, lehet már délelőtt kikerül, jó? Oksika? Remélem nem fogyunk ki. Nem fagytunk ki. Jó pihenés mindenkinek. Kitartásra holnapi naphoz, aki dolgozik. Akinek nyári szünet van, élvezze még ezt a kis időt. 27 éves vagyok. Köszönöm, hogy itt voltatok. Jó pihenés. TikTokon van nyereményjáték. Lehet nyerni. Illetve a Pofon TikTok oldalán 3 darab tabletet is lehet nyerni. Úgyhogy jelentkezzetek, akinek van kedve. Köszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok. Jó éjszakát mindenkinek. Hello. Csá, 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 csá.